Interjú Erich von Denikennel. Interlaken, Svájcban. A hegyi idilla Berni felvidéken mágnesként vonza a turistákat a világ minden tájáról. Erich von Däniken évtizedek óta itt kutat más bolygók látogatói után. Exkluzív bepillantást nyerhettünk az irodájába, ahol könyveit, előadásait, filmjeit készíti, pedig a karrierje eredetileg egészen másként indult. Kitanultam a pincérszakmát a világhírű Berni Schweizerhof Hotelben, ez a legjobb hely Bernben. Magától értetődően megtanultam főzni, megtanultam a recepciói tennivalókat, jártam vendéglátói szakiskolába, tudok flambírozni, blansírozni, főzni, és a gasztronómiában nagyon-nagyon gyorsan befutottam. Mármint egy 10 évvel a gasztronómiai karrierem kezdete után igazgatója lettem egy első osztályú hotelnek Davosban, a svájci hegyek között. Egyébként, mint hoteligazgató írtam meg első könyvemet, a Jövő emlékei címűt. Erich von Däniken egy katolikus kollégiumban nevelkedett Friburgban. A Bibliát azóta görögül és latinul is olvassa, és kifejezetten mély hite váltotta ki azokat a gondolatokat, hogy valami nincs rendjén az isteneink világában. Hiszen a jóisten nem követel hibákat, és a jóistennek nincs szüksége közlekedési eszközre. Ő mindenhol jelen van, stb. Az iskolában bibliafordításokat kellett csinálnunk, például latinról görögre, és ott megismered a jóistent, az ótestamentumit, ahol ő hibázik. Ez összezavarja az embert. Szüksége van járműre. Azt olvassuk például Ezékiel prófétánál az ótestamentumban, miközben nagyot nézünk, hogy egy jármű érkezik a fellegekből, észak-keletről. Leírja a szárnyakat, kerekeket, fémlábakat, abroncsokat. Nem csak azt írja le, amit látott, mint egy víziót, hanem leírja, amit hallott, amit egy sereg robajához, víztömegek zúgásához hasonlít, stb. Stb. Fiatal hallgatóként ez engem abszolút bosszantott, hiszen ez nem lehetséges. Az én jóságos Istenemnek nincs szüksége járműre, amely füstöl, zajong, bűzlik, kerekei, abroncsai vannak, stb. És hirtelen kétségeim támadtak saját vallásomban, melyben felnöveltek. Fiatal emberként tudni akartam, vajon van-e más kultúráknak is évezredekkel ezelőtti hasonló történetük, mint nekünk a keresztény zsidó világban, és ezzel kezdődött az egész. Több mint 40 éve kutat, ír és utazik Erich von Däniken a világ körül, hogy egyszer bebizonyíthassa a földön kívüliek látogatását bolygónkon. Még így a 70-en túl is, amikor más emberek már rég nyugalomba vonultak, hajtja őt a szenvedély. Hajt egy belső dű az értelmetlenség miatt, melyet az emberekbe évezredek óta súlykolnak, és emiatt az értelmetlenség miatt háborúkat folytattak, faji háborúkat, megkülönböztetéseket. Egy belső méreg, másrészt pedig az állandó kíváncsiság. Amit én hivatásból űzök, az nyilvánvalóan végtelen. Minden nap vannak új meglepetések. Némelyek azt írják nekem, ön a legutóbbi könyvében barlangrajzokról ír. Miért nem ír a mi falunk barlangrajzairól, azok sokkal hatásosabbak? Azt válaszoltam, kérem, küldjenek képeket, mutassanak rá a szakirodalomra, stb. Stb. És ezáltal mind több információ összegyűlik. Saját magamnak már nagyon sok nemzetközi előadásom volt, nem csak német nyelvterületen, hanem Európában, az Egyesült Államokban, Angliában, Új-Zélandon, és emögött vannak aztán viták, vidám emberekkel. Gyakran még nálam is vidámabbak. Összeülünk, és ezektől az emberektől tanulni lehet. Mindig van valami új dolog. Az ókorban, most sajnos sokat tennivaló a klímaváltozással a szeméttel, melyet termeltünk, az ókorban voltak romok, amelyek még csak most bukkannak elő, mert az őserdőt kiírtják. Én teljesen ez ellen vagyok, ez abszolút gazemberség. Tehát folyton romok kerülnek elő, aztán eltűnnek a jégmezők, valahol északon, délen, ahol örök jég és hó volt. Új romok bújnak elő, új felszínek, templomok, új feliratok, új ősrégi okiratok. Sosem marad abba. Az információ áradat sosem szakad meg. 64 millió eladott könyv 32 nyelvre lefordítva. Alig akadt sikeresebb szerző. Egyike ama okoknak, miért tud Erich von Däniken nagyon lazán bánni a kritikusaival.
Aki a nyilvánosság előtt van, akár politikus, író vagy más, vitatott. Ugyanezt az embert az egyik nagyszerűnek tartja, a másik pedig teljesen tökfilkónak, ezt meg kell érteni. És azt hiszem, ha az ember a nyilvánossághoz szól, ilyen vitatott ötletekkel, mint amilyeneket én is megjelentettem, akkor nem lehet elvárni, hogy a tudományos társadalom, vagy akár a vallásos társadalom is jöjjön, átkaroljon, megcsókoljon, vállon veregessen, és azt mondja, ezt nagyszerűen megcsináltad. Először is van egy ellentmondás. Egyesek jönnek és ténylegesen csodálnak a bátorságodért, a kutatásaidért, mások azt mondják, mindez csak felszínes, ez butaság, ez az ember semmit sem ért az archeológiához, az egyiptológiához, stb. Mindig jól éltem a kritikával. A korábbi előadások után mindig tartottam nyilvános vitákat, a kritika miatt. Én akartam, hogy megragadjanak, mert azt gondoltam, a szakterületedről te többet tudsz, most válaszolhatsz nekem. Később felhagytam ezzel, mert mindig ugyanazok a kérdések jöttek. Mindig csak az UFO-król. De én nagyon szeretek beszélgetni. A kritikusoknak gyakran igazuk volt, és én hibáztam. Ezt az évekkel meg lehet tanulni. Az ember fiatal, borzasztóan fel tudja magát idegesíteni. Igazságtalannak érzi, ahogyan bánnak vele. Amikor már felnőttebb, akkor csak mosolyog ezen. Sőt, ha tévedtem, el tudtam mondani. Bocsánat, tévedtem, sajnálom, nem volt még akkoriban jobb információm. De ha az embernek igaza van, akkor kitart amellett, és azt mondja, bocsánat, de az én nézőpontom sokkal észszerűbb, ebből és ebből az okból kifolyólag. Jól együtt tudok élni tehát a kritikával. Erich von Däniken évtizedeken keresztül épített archívumában csupán diafilmekből 180 ezer található, de ez még mindig nem teljes. Van még egy nagy kívánsága ahhoz, hogy életművét megkoronázza. Eddig még sosem tudtam az elméletemre egy objektív bizonyítékot felmutatni. Százszámra vannak jeleim. Jók és rosszak, de tárgy nincs. Sosem volt szerencsém, hogy egy földön kívüli tárgyat találjak. Tudom ugyan, hogy hol vannak ilyen tárgyak, de vallási okokból nem lehet hozzáférni. Például a Biblia frigyládájának maradéka pontosan tudni lehet, hogy hol van Etiópiában. A mai Aksum városában, mélyen a Mária székes egyház alatt. De mivel az ókori keresztény egyház erekjéje, nem lehet hozzáférni. Vagy Japán az első japán császárok, ők voltak az ős császárok, a napfiai. Egyikük ezeknek az ős császároknak Japánban van eltemetve, az óriási mauzóleumban, vízszigettel. És vele eltemettek egy tükröt, egy szent tükröt, amelyet állítólag isteni atya adott neki. Ezzel a tükörrel tudott az első császár Jimmu Tenno mindent megfigyelni, ami a szigeten közel és távol történt. Hogy mi lehetett az valójában? Egy szatellit odafönn és egy vevőkész szülék, vagy mi, én nagyon szívesen megnéztem volna, megvizsgáltam volna ezt a tükröt. Bent van a mauzóleumban, kendőkbe burkolva. Tehát vannak talán tárgyak, amelyek földön kívüliek, de nem lehet hozzájuk férni, és lenne még több példa. Az volt a kérdés, mit szeretnék én elérni. Nagyon örülnék jó néhány földön kívüli tárgynak, és ha prezentálhatnám azokat. De nem kell, hogy én legyek az, aki ezt megteszi, mert időközben oly sok ember van, aki hasonlóan gondolkodik. Keres, kutat, egy sor brilliáns szerző van rajtam kívül, és ha valaki szólna, hogy íme, végre van egy tárgyunk, amely technológiai természetű, de nem a mi világunkból való, akkor ez szenzációs lenne. És akkor mindenkinek bólint tania kellene, és azt mondania, oké, elismerem, önnek volt igaza. Ha Erich von Dänikennek ez is sikerülne, akkor végérvényesen az utolsó kritikus is érv nélkül maradna. Misztikus maja naptár. Herzlich willkommen. Köszöntöm Önöket Jungfrau Parkban. A nevem Erich von Däniken. 43 évvel ezelőtt jó régen megjelentettem egy könyvet. Ellentmondásos címmel, mely így hangzik, a jövő emlékei. És ezzel már el is kezdődött. Az emberek a múltra emlékeznek, a jövőre nem tudnak. Így tehát a provokáció már benne volt a címben. A jövő emlékeivel azt gondoltam, hogy valami, ami már egyszer volt és ismét jön, az újra és újra ismétli magát a galaxisban. Abban a könyvben azokat az állításokat tudattam a világgal, hogy sok-sok évezreddel ezelőtt, abban az időben, amikor az elődeink kőkorszaki emberek voltak, akkor esetleg bolygónkon földön kívüliek jelentek meg. Elődeink semmit sem fogtak fel, sejtésük sem volt a technológiában,
bibliákról, és tévesen azt feltételezték, hogy ezek a földön kívüliek istenségek lennének. Mi mindannyian tudjuk, nem léteznek istenek, de ez nem változtat semmin. Elődeink ezt így értelmezték. És így az istenségek bevándoroltak a legendákba, a mítoszokba, részben a régi vallásokba, egészen napjainkig. Magától értetődően vehemes kritikák értek éveken át, és ez így normális, így egészséges, ez így néz ki a demokráciában. A tudomány 40 éve is, és ma is ugyanazokkal az ellenérvekkel hozakodik elő. Először is, egyáltalán nincsenek földön kívüliek, még beszél ez a Deniken. Másodszor, és ha még lennének is, akkor sem találkozhatnánk, mert az univerzum fényévekre van, és ezt a távolságot nem lehet legyőzni. Harmadszorra pedig egy-két dolgot el kell ismerni. A földön kívüliek sosem emberszabásúak. Más bolygókon teljesen másként zajlik le az evolúció, tehát olyan valami, mint mi, még egyszer nem létezik a világűrben. Ezek lennének tehát a tudományos érvek, és ezek még ma is ugyanazok. Nekem úgy tűnik, az ember nem képezte tovább magát, nem tanult hozzá semmit. Igazak-e egyáltalán ezek az alapvető ellenérvek? Egyfelől el kell ismernünk, hogy a jelenlegi űrutazásunk primitív. Felrepülünk a Holdra, a Marshoz folyékony üzemanyaggal. De folyékony üzemanyaggal sosem érünk el egy másik csillagot. Valami más kell eszünkbe jusson. Folyékony üzemanyaggal nem fogjuk átidalni a fénysebességet. Az asztrofizika szakterületein különböző lehetőségekről olvashatunk, hogyan lehetne ezt mégis megtenni, de ez a jövő zenéje. Talán 100 vagy 200 év múlva. Beszélünk térgörbületekről, időutazásokról és hasonlókról, ezekkel egyáltalán nem akarom önöket terhelni. De van egy lehetőség, amely ugyan elég primitív, 25 éve vitáznak róla űrutazó körökben, és ezzel át lehetne hidalni a fényéveket. Megmutatom önöknek, hogy megy ez. Itt mindenki ismeri az amerikai űrrepülőgépet, azt a gépet, amely különböző megbízatással az űrállomásra utazik. Minden transfer lövéssel kereken 30 tonna hasznos terhet katapultálnak ki egy föld körüli pályára. Ezek előre gyártott mini részek, az űrállomást is előre gyártott részekből állították össze. Kérdés, a pénz, mennyi pénzt tudnak belefektetni? Van-e 5 üzemképes hajójuk? Vagy lehetne 50 üzemképes hajójuk? Ha lenne 50, akkor nem néhány havonta indítanák el, hanem minden nap katapultálnának a Föld és a Hold közé 30 tonna hasznos terhet. Mik lennének az előre gyártott alkatrészek? Az előre gyártott alkatrészeket összecsavarozzák egy óriási gyűrűhöz. Ha a gyűrű kész, megforgatják a saját tengelye körül, de a saját rotáció belül jön létre, a centrifugális erő. Ez ugyanaz, mint amit a centrifugában tapasztalunk. A dob forog, a ruhák a falhoz nyomódnak. Ez történik itt is. Úgy lehet irányítani, hogy az űrhajósnak mindig talaj legyen a lába alatt. Létrejön egy mesterséges gravitáció. Nem lebegnek súlytalanul össze-vissza. És akkor az ilyen óriási képződménynek a közepébe egy hajtóművet kell elhelyezni. Majd kezdődik az utazás. Először egészen lassan. A NASA asztrofizikusa, dr. Gerard O'Neill professzor már 20 évvel ezelőtt kiszámolta, hogyha egy ilyen óriási dolog, mint egy 100 év múlva a fénysebességnek csupán 2%-ával tudna mozogni, akkor a 10 fényévnyi távolságot 500 földi év alatt áthidalnák. Állj! 500 földi év? Ezt senki sem éli meg. Senki sem lesz 500 éves. De ez nem is szükséges. Ezeket a dolgokat itt úgy szemléljük, mint generációs űrhajók. A hajón születnek, szeretnek, élnek, meghalnak. Talán a 32. generáció majd célhoz ér. Ez szörnyűségesen unalmas, de működik. Nincsenek tudományos kifogások, ezt meg lehetne tenni. Most el kell képzelnünk, milyen lehet 500 évig úton lenni. Rábukkannak egy új naprendszerre, keresik természetesen azt a bolygót, amelyik nem túl meleg és nem túl hideg. A generációs űrhajó persze mindig a körpályán marad, egyáltalán nem tud landolni. Az ő idejében alkatrészenként rakták össze, túl nehéz lenne landolás. Többé nem tudna felemelkedni. Ezért mindig körpályán marad, és kisebb járművek érik el most az újonnan felfedezett bolygó felszínét. Ez ad a kinti csapatnak további 500 évet, hogy újabb generációs űrhajót építsen. Ez még az észszerűség keretén belül van. Még egy generációs űrhajó?
Kedves látogatóink, mi itt egy ipari társadalomban élünk, és ha elég nagyvonalúan gondolkodom, akkor ez az ipari társadalom mintegy 160 éve létezik. De ez az ipari társadalom nem lett csak úgy, nem pottyant le az égből, hanem a dédapáinknak, ükapáinknak kellett évszázadokon át, sőt, évezredeken keresztül találmányokat feltalálniuk, hogyan nyerjük ki a fémet a földből, vagy kőből. Hogyan olvasszunk össze ötvözeteket, hogyan kell bánni a műanyaggal, stb. Ezek mind a történelem tapasztalatai, történelmi találmányok. Már eljutottunk kerek 50 év alatt a golyós számológéptől a szuperszámítógépig. Nekik ott, a csapatnak, odakint semmit sem kell feltalálniuk. Nincs szükségük 100 vagy 1000 éves múltra maguk mögött. Nekik teljesen kész tervek vannak a kompjútereikben. Az anyahajó köröz, és mondják azoknak ott lent, hé, ott találjátok a kőolajat, ott van urán, ilyen és ilyen ásványok, nyersanyagok, stb. A bolygót egészen könnyen kizsákmányolhatják. Adatik nekik 400 év a szükséges ipar felépítésére. Ne feledjék el, nekünk 150 év alatt sikerült, és nekik semmit sem kell feltalálniuk. 400 év, és aztán még 100 egy másik generációs űrhajó felépítéséhez. Most lesz izgalmas. A Földről startolt egyszer egy ilyen dolog. 500 évig úton volt. Akkor adtunk neki 500 évet, és most van 2, a régi és az új. Aztán 4, majd 8, majd 16, és így tovább. Most beindul egy úgynevezett hógolyó effektus. Azzal a terjedési sebességgel, mely a fénysebességnek csupán 2%-a, és a mindenkori 500 évenkénti megállásokkal minden keresztezéspontnál, gyarmatosítanák a tejutunkat 10 millió éven belül. És ez egyetlen pontból kiindulva, és az emberiség egész ráfordítása az első űrhajó lenne. Azok a kifogások, miszerint az emberiség így nem tudna terjeszkedni, a fényévek abszolút határok, ez nem megy. Ezek a kifogások hamisak, igenis lehetséges. Eddig csak a mi tejutunkról beszéltem, de odakint csak úgy nyüzsögnek a tejutak végtelen számban. Valóban meg sem lehet számolni őket. És nem tudjuk, hogy mi jár a földön kívüliek fejében, hogy mi lehet az indítékuk, ha ilyesmibe belekezdenek. Természetesen itt jön az érv. Stopp! Hiszen most csak kitoljuk a problémát egy másik bolygóra. Hogyan kezdődött az elsőnél? A kérdés egyszerű, nem megválaszolható. Ha adnak nekem egy papírlapot, rajzolok a körzővel egy tökéletes kört, és akkor visszaadom a papírt önöknek. És mindenkitől megkérdezem, hol kezdődött a kör? Az önök logikája azt mondja, valahol muszáj volt elkezdődnie, valahová rátettem a ceruzát, de a kérdésre nem lehet választ adni. A kör bezárul önmagába. Így fut a játék az univerzum összességében. Nem ismerjük a kezdetet. De most igazat adunk a tudósoknak. Ha már a földön kívüliek sosem nézhetnek úgy ki, mint mi, egészen máshogy kell kinézniük, máshogy játszódik le az evolúció más világokban. Alapvetően igaz ez. És mint hogy sokat fantáziáltam erről, sokszor a szememre is vetik, hogy fantaszta vagyok, és ezt szemrehányásként gondolják, különösen itt Svájcban és Németországban. Igen, fantaszta vagyok, és ezt bóknak veszem. Csupán vannak kétségeim, mert a fantaszták lélegeztetik a világot, nem pedig a szőrszál hasogatók. Nos, én a fantáziámban repülő elefántokat is el tudok képzelni. Lehet, hogy vannak odakint intelligens pillangórajok, és ameddig együtt vannak, addig intelligensek, és amikor a lepke egyedül repül, akkor buta. Minden lehetséges. És mégis emberhez hasonló életformák nyüzsöghetnek odakint. Ez ellentmondásnak tűnik. Már is feloldom egy modellel. Tisztelt látogatóink! Képzeljék el, hogy egy repülőn tartózkodnak. A repülőt úgy programozták, hogy spirális alakban repül az egész Föld körül. És a repülőt teletömték a német tölgy, tehát egy fa magvaival. Óránként egyszer találomra kidobnánk az ablakon 2-3 marék magot. Persze világos, hogy a magok nagy része valahol a vízben landolna, hiszen a Földünk felszínének 2/3 víz, óceán. Továbbá hatalmas sivatagi tájaink vannak itt a Földön.
Sahara, Nevada, Gobi, Belusisztán. És mindaz a maga, mely a sivatagra pottyan, kiszárad. A magok másik része köveken landol, vagy sziklákon. Megint egy másik részük hóra jégre esik az északi sarkra, a déli sarkra. Tudtam előre, ezeknek a magoknak, melyeket a repülőből kidobálok, csak egy kicsi hányaduk esélyes arra, hogy nedves talajra essen. Meg egy kis melegségre is szükség van, és nem szabad, hogy jöjjön holmi egér, hogy felfalja a magot, de aztán a mag elkezd sarjadni. És akkor van egy német tölgyem, mert az egész információ már benne volt a magban. Ezt az elvet, ezt a modellt áttesszük az egész univerzumra. Ez az ötlet a svéd Nobel-díjas Svante Arrhenius-tól származik. Körülbelül 70 éve fizikai Nobel-díjat kapott, és már régen meghalt. Elméletét pánspermiának nevezte, és ezt a szót, kedves vendégeink, meg kell jegyezniük mindörökre. Pánspermia. A pánspermia a következő módon érthető. Valahol a világegyetemben elkezdi szórni az első intelligens faj az ő saját építő elemeit az univerzumban, éppen úgy, ahogy mi az imént a magokat a repülőből. Ezek trillió meg trillió életépítő kockák, amelyek az univerzumban lebegnek, mint a por, mint a kozmikus por. Éppen úgy, mint az imént mi a repülőből, ők is tudják előre, hogy eme életépítő kockák nagy része szétizzik a különböző napokban, másik részük az örökké valóságig utazgat az univerzum szektoraiban, és megint egy másik részük teljesen alkalmatlan bolygókon landol. A Jupiteren, a Plutón. Csak icipici hányaduknak van egyáltalán esélyük, hogy megfelelő talajra érkezzenek. A megfelelőnek hasonlítania kell ahhoz, amelyről indultak, és csak most kezdődik az evolúció. Az evolúcióhoz szükséges összes információt tartalmazta már az életépítő kocka. Ez a pánspermia eszméje. És ha ezt így nézik, akkor mégiscsak lehetséges, hogy a Földön kívüliek hasonlítanak hozzánk. Akkor mi egy másik rendszer leszármazottai vagyunk. Egyébként érdekes módon így áll ez az emberiség ősi szent hagyományaiban is. Az istenek megteremtették az embert a saját képmásukra. Mi alkotó részei vagyunk a pánspermiának. Mert ennek az evolúciónak, az útnak a technológiához, a kultúrához egészen meghatározott kényszerítő formái vannak. Nem tudom, hány millió fajta életforma van a Földön, de mindegyik valahol megreked, vagy kissé változik, de csak egészen kevésnek van egyáltalán lehetősége, hogy kultúrához, szerszámokhoz, technológiához, űrutazáshoz, egyebekhez jusson. Miért van ez így? Miért vannak a kényszerformák? Az ő intelligens fajuk alkotó része egy fenevad, amely minden fajban benne van. Ezt a bestiát úgy hívják kíváncsiság, és a kíváncsiság ellen nincs mit tenni. Önök közül mindenki kíváncsi. Mi mindannyian kíváncsiak vagyunk. Képzeljék el, hogy a delfinek a tengerekben magasan intelligens életformák lennének, és a delfinek kiugrálnak éjszakánként a vízből, és kis fényecskéket látnak odafönt, különböző színű és fényerejű csillagok. És a delfin csapat együtt úszik, és azt kérdezik, mi vagyunk az egyedüli intelligens delfinek, vagy vannak mások is? A kíváncsiság hajt, az evolúció nem játszik semmilyen szerepet. Mit számít 100 000 évvel több vagy kevesebb? Előbb vagy utóbb építeniük kell egy antennát. De ahhoz, hogy antennát építsenek, fémet kell önteniük. Hogy fémet öntsenek, tüzet kell csiholniuk. Hogy tüzet csiholjanak, ki kell jönniük a vízből. Ezek tehát a kényszerítő formák. Ez nem megy másképp. Lehet tovább játszadozni egészen extrém dolgokig. Mondjuk 2-3 000 év múlva a jövőben, akkor a mi tudományunk mindent tud majd. Minden életforma agyát megvizsgálták, lyukat is furtak keresztül a Földön, Új-Zélandnál jöttek ki. Mindent tudnak már addigra. Jó, de a fények odafönt az égbolton még mindig ott vannak. A kíváncsiság nem hagy békén. Mi az? Egyedül vagyunk? Kimegyünk és felfedezzük. Részei vagyunk a pánspermiának. Most azt állítja az én eszmém, az én elméletem, évezredekkel ezelőtt itt voltak a Földön kívüliek, ez bevándorolt a legendákba, a mítoszokba, a régi szentiratokba, részben a kulturális örökségekbe, tehát a templomokba, a szobrokba is, stb. Körülbelül 400 éve landoltak a spanyolok Közép-Amerikában. Tikalban vagy.
vagyunk, a mai Guatemala területén. És a spanyolok nem csak piramisokat találtak, pompás templomokat, burkolt utcákat, hanem több tízezer kéziratot. A majáknak csodálatos könyveik voltak. A lap mindkét oldalán teleírva négy színben. A spanyolok megölték a papokat, ifjakat kínoztak. Minden írást összegyűjtöttek, több helyen könyvhegyeket építettek, és mindent felgyújtottak egy gyúlékony anyaggal, valami szurokféleséggel, így írja az irodalom. Ez a civilizáció egyik szégyene. De valamiféle véletlen nyomán, már nem tudni miféle véletlen, három kézirat túlélte ezt a katasztrófát. Lehet, hogy egy szerzetes ellopott egy ilyen dolgot, vagy egy katona elrejtette. A három kézirat ma Madridban, Párizsban és Dresdában van. Ezért nevezik őket madridi kódexnek, párizsi kódexnek és dresdai kódexnek. Amelyek Madridban és Párizsban vannak, még a tudósok sem tudják pontosan, mit kezdjenek a tartalmával. Azok a kevesek, akik ebből valamit is le tudtak fordítani, mitológiai harcokról beszélnek az égbolton. Ami a dresdai kódexben van, azt többé-kevésbé ismerjük, mert a dresdai kódex a maja matematikával foglalkozik és a maja naptárral, és hogy hogyan működik a maják matematikája és naptára, azt hála Istennek tudjuk. Egyébként azok számára ott Németországban a dresdai kódexet jelenleg kiállították a 100 állami könyvtárban szépen tükörre, hogy mindkét oldala látható legyen. Úgyhogy így néz ki a maja kézírás. Ahogy mondtuk, mindkét oldala négy színű, a lapok keretre ragasztva szét lehet húzni, mint a harmonikát. A hossza 23 méter, nagy darab, ahogy mondtuk, mindkét oldala behajtható. Hála Istennek, a maják nem csak az irataikban beszéltek a naptárukról és az isteneikről, hanem megpróbálták itt-ott kövekbe is belevésni isteneiket. Egy nagyon vitatott példa ez itt. A pálenkei piramis alatt találták. A piramist a feliratok templomának nevezik. Ez 1952-ben volt. Találtak egy lyukat a piramis belsejében, a lyuk tele volt tömve kövekkel. Alóla kibontakozott egy lépcső. Ez elvezetett egészen a piramis talapzatáig. Aztán háromszögletű ajtókig jutottak. Azokat betörték, és ott állt ez a lap a földön. Eredetiben ez a lap nagyobb, mint itt a vásznon. 3 méter 80 x 2 méter 20. Pontosan 10 tonnát nyom. Ez egy darabból álló monolit, egy blokk, nem pedig összerakott dolog. Kövessük itt ezt a zöld nyilat. Két vonalat látunk, melyek ide mögé vezetnek, egy hátra és egy fölfelé. Létrejön egy alakzat, mint valamiféle kapszula. Benne ül valaki, meglovagolva mondjuk, mint egy motorkerékpárt. Van egy eszköz az orrán, úgy tűnik, a kézfejével gombokat nyomkod. Látható itt négy új, ahogyan nyúl valamihez, mutató új, hüvelykúj. Itt a bal kezén az ujjai begörbülnek, valamit elfordít, valamiféle ülésen ül, és a kapszula végéből égő tűzcsóva bukkan ki. Na már most, ez a szemléletmód, melyet most tőlem hallottak, egyáltalán nem ugyanaz, mint amit a szakmai közvélemény mond. Én ismerem az egész magyarázatot, minden apró részletet sorra tudnék venni. Ez kb. Két óra hosszáig tart, de nem ez most az előadás témája. E tábla felfedezője, dr. Rus professzor úgy vélte, hogy ez itt egy maja fiú, aki belezuhan a földóriásba. Így kvázi halálra ítélték. De a melkasából kinő az életkereszt, tehát az életre és halálra gondoltak. Későbbi maja archeológusok minden lehetséges módon interpretálták ezt. Sokáig Pakálnak nevezték. Pakál volt az utolsó előtti uralkodó Palenkében. Ez lehet itt a szemfog, a felső állkapcson. Aztán itt az alsó állkapcson két ilyen szemfog. És ez a Pakál lezuhant a földre. A melkasából kinőtt az életkereszt, ez itt a szurukumadár, ezek itt letört patkányfarkak, stb. Stb. A legújabb tudományos elmélet néhány hónappal ezelőtt látott napvilágot. A két Stuart professzortól származik. Stuart és Stuart, mert apáról és fiáról van szó. Ők abszolút elfogadott maja megfejtők, siker szakemberek a maja epigrafikában. Csupán néhány hónapja ismerem az új magyarázatot. Amit az imént mondtunk, az mind értelmetlen.
ellenség. Valójában ő nem bukik alá a földre, a földóriásban nincsenek szemfogak, hanem a földről utazik fel a kozmoszba. Ez az egész egy kozmológiai keret, mindenütt található a kozmológiai jelek. Ez itt nem életfa, nem életkereszt, hanem kozmikus kereszt, amelyet fönn az égben találunk, stb. A maják különböző isteneket ábrázoltak. Az ott utazik lefelé, van sisakja, sőt, a modern elemzés szerint mikrofon van az ajkai előtt. A karját a föld felé tartja, a lábát felfelé, stb. Ma a föld minden kultúrájának van egy naptára, és minden naptárnak van egy kezdőpontja. Valamikor ugye elkezdődik a naptár számítása. Mi keresztény világban élünk, és a mi naptárunk induló pontja Jézus születése volt 2011 évvel ezelőtt. A muzulmánoknak egészen más naptáruk van. A muzulmán naptár Krisztus után 622-ben kezdődik. Mi volt a fontos a muzulmánoknak? Mohamed próféta elhatározta, hogy Medinába költözik. A zsidó vallásnak, mely idősebb a többinél, megint egy másik naptára van, amely kb. 5700 éves, kicsivel több is. A zsidó naptár indulópontja a föld teremtése volt. A majáknak Közép-Amerikában szintén egy másik naptáruk volt, és ennek elindítását a mi naptárunk alapján ki tudjuk számítani. A maja kalendárium Krisztus előtt 3114. augusztus 13-án indult. Mi volt akkor olyan fontos? Mit kezdtek el a maják akkor azzal a dátummal? Mindjárt visszatérek ehhez. A naptár lényege a majáknál bonyolultnak tűnik, de nem az. A legkisebb egység egy hét, amely 13 napos. A teremben mindenki megérti azonnal. Egy pont egyet jelent, majd kettő, három és négy következik. Ha ötöst akar írni, húz egy vonalat. A hat tehát 5+1. Vagy egy 8-ast, 5+3. Két vonal tizet jelent. Ezt egészen egyszerű megérteni. A következő nagyobb egység egy hónap. A hónapnak 20 napja volt. Felírtam a maja neveket, tehát X, Pen, Ep és így tovább. Egyúttal a német neveket is, csak hogy valamit elképzelhessünk. Vegyük most mindkét fogaskereket, illesszük őket össze, és tegyünk egy bejegyzést piros vonallal. Hagyjuk, hogy a különböző nagyságú kerekek forogjanak. Vajon ez meddig tart? Ameddig a piros vonalak nem fedik egymást újra. Ez pontosan 260 fok, azaz 260 nap. A majáknak először 260 napos naptáruk volt, de itt a teremben mindenki tudja, hogy ez nem működik. A Föld a nap körül 365 nap alatt fordul meg, nem 260 nap alatt. Akkor mit kezdjünk gyakorlatilag a 260 napos naptárral? Sosincs benne tavasz, vagy ősz, vagy meleg, vagy hideg, vagy aratás, a mag sosem kell ki, akkor mi ez az ostobaság? Ezt a maják is tudták, ezt a naptárat itt az Istenek naptárának nevezték. Minden vallási ünnep csak is a 260 napos ritmusban kezdődött meg, de a maja asztronómia hihetetlenül rafinált volt. Persze, hogy tudták, hogy a Föld a nap körül 365 nap alatt fordul meg. 365 egész, mert minden negyedik évben van nekünk egy szökőnapunk, melyet hozzáteszünk, de a majáknak 8 tizedesük volt, 8 hely a tizedes vesző után. A maja naptár precízebb volt, mint a miénk, még ma is. Most tegyünk hozzá még egy fogaskereket, most 365 foggal. Játsszunk el ismét a piros bejegyzéssel, és az egészet kezdjük el előről. Meddig tart ezúttal három fogaskerékkel, amíg a piros bejegyzések találkoznak? Pontosan 18.980 fog, vagyis nap van. A nagy kerék, a 365 fogú, pontosan 52-szer fordult meg. A kicsi kerék, a 20 fogas, 73-szor. Ez a majáknál azt jelentette, hogy 52 emberi év, 52 földi év felel meg 73 isteni évnek. De az 52-es szám, az 52 földi év is egy kicsi szám. A maják úgy hitték, hogy minden 52. évben, illetve annak többszöröseiben, tehát 104, 208, stb. Újra és újra eljönnek az istenek a földre. Na már most, a Dresdai kódexben megtaláljuk a maja számításokat, amelyek több mint 400 millió éven mutatnak túl. Most képzeljenek el még egy fogaskereket. Egy óriási kereket a vásznon. Ez egy hatalmas dolog, és ismét jöhet a játék a piros bejegyzéssel. Meddig tart négy fogaskerékkel, amíg a piros vonalak egyazon szintre kerülnek?
Hogy ezt kitaláljuk, szükségünk van a startlövésre. Tudnunk kell, mikor kezdődött a számolás. Ismerjük a startlövés idejét. 3114. augusztus 13. Krisztus előtt. És a végeredmény, amikor egyazon szintre kerülnek a kerekek, az a mi naptárunk szerint 2012. december 23. A ránk maradt maja hagyaték szerint ezen a napon, 2012. december 23-án térnek vissza állítólag az istenek a nagy utazásukról. Vannak maja feliratok, például a Tortuguero templomban. Ez egy kis templom, a turisták számára nem nyitott. Ott kőbe vésve a következők olvashatók. Le tudunk ereszkedni hatalommal és pompával, mennyei sereggel. És olvasható a név, Bolon Jokte. A maja isten Bolon Jokte már ott volt az ember teremtésénél. Ezt számok követik, melyek olvashatók, és ezekből kijön a 2012. december 23. A maják valóban ránk hagyományozták ezt, egyébként nem csak írásos formában, hanem épületeikben is. Ha most, tisztelt látogatóink, Egyiptomban lennénk és egy piramisnál állnánk, akkor látnánk, hogy a piramis egyik oldalhossza mindig kelet-nyugat irányban áll, a másik pedig észak-dél, de nem így Közép-Amerikában. Az észak-dél tengely átlósan fut az épületeken keresztül, és nem úgy, mint Egyiptomban. És ezt a tengelyeltolódást asztrológiailag szándékosan tették. És éppen ezt meséltem önöknek egy negyed órája, hogy a majáknak voltak kézirataik, és hogy a papok mindent tönkretettek. A spanyolok tönkretették azokat. Honnan tudom én mindazt, amit itt önöknek elmesélek, hogyha minden tönkrement? Tételezzék fel, hogy valamiféle idegen kultúra átveszi a mi vallásunkat. És az idegen kultúra azt mondja, igen, igen, nagyszerűek vagytok, építsetek további autópályákat, tökéletes autókat, technológiákat. Fenomenálisak vagytok, csak a Bibliátok nem tartalmaz igazságot, a Bibliának el kell tűnnie, és akkor a Bibliák milliói tűnnének el. De a hívő kereszténynek és a papnak a fejében van a Biblia, tehát ha sikerül neki, elbújhat, és egy újabb papírra leírhatja a tudását. Ez történt Közép-Amerikában is. Így jöttek létre az úgynevezett Csilambalam könyvek. Ezek a jaguár papok jóslatkönyvei. 8 Csilambalam könyv van. Az 5. Csilambalam könyvben írták le a maja papok, hogy miért kezdték el a naptárukat akkor, tehát 3114. augusztus 13-án, ami akkoriban a majáknak olyan fontos volt. Akkoriban ereszkedtek le az istenek a csillagok útjáról. A menny csillagainak mágikus nyelvét beszélték. Fordítsák a menny szót világmindenségnek, és akkor megértik. Az ő jelük a mi bizonyosságunk, hogy az égből jöttek. Ha ismét leereszkednek, újra rendezik, amit egyszer megteremtettek. Ez a maja hagyaték a naptárhoz, az 5. Csilambalam könyvből. Most van egy dátumunk. 2012. december 23. Akkor kell az isteneknek, az én földön kívülieimnek újra eljönniük. Mi történik majd akkor? Megéljük az istenek sokját, az abszolút katasztrófát, mert mi ezen a bolygón egészen sajátságos lényekké váltunk. Így idomítottak bennünket. Alapvetően ezen a bolygón durván számolva csak kétfajta ember létezik. Az egyik fajta vallásos, mindegy milyen vallású, nekik azt tanították, mindent a jó Isten csinált, az univerzumot, a földet, a növényeket, az állatokat. De a teremtés koronájaként a jó Isten minket, embereket teremtett. A másik csoport inkább tudományos, mindegy, hogy milyen tudomány, és ők ismerik az egész evolúciós tanítást. Evolúció, mutáció, szelekció, stb. Stb. De ennek az evolúciós tengelynek a csúcsán természetesen úgy szintén mi állunk, mint a legnagyobbak. Tisztelt látogatóink, eszükbe jutott már valaha önöknek, hogy mindkét esetben akár a teremtés koronájaként, akár az evolúció csúcsaként a legnagyobbak vagyunk, a legremekebbek. Ilyen szenzáció valami, mint mi, emberek nincs több az egész univerzumban. Alapvetően nem akarunk mi semmiféle földön kívülieket. Ez egy pszichológiai probléma. Zavarnak minket. Ha elfogadjuk őket, akkor valamilyen szinten megöljük azt a tényt, hogy fajtánk egyedi. Büszkeségünk megsérül. Ezért a problémát eltoljuk magunktól, ameddig csak lehet. De a maják azt állították, hogy az istenek újra eljönnek 2012. december 23-án. Sokkot kapnak az istenek? Sokkot
sokkot kapnak a tudósok? A vallás kap sokkot? Elveszítjük-e mindannyian a talajt a lábunk alól? És a legfontosabb természetesen az, hogy hagyatkozhatunk-e erre a dátumra, a maják kijelentésére. Sajnos nem hagyatkozhatunk rá. A bosszúság már az átszámításkor megkezdődik. Vannak olyan maja epigrafika szakértők, akik azt tanítják nekünk, hogy a maja naptár kezdőpontja megfelel a mi naptárunk szerinti Krisztus előtti 3114. augusztus 13-ának. A maja tudósok nagyobbik része azt mondja, ez igaz. De van egy kisebb maja tudósokból álló frakció. Ők azt mondják, van egy kiegyensúlyozatlanság, kb. 50 évnyi eltérés. Tehát nem hagyatkozhatunk a dátumra. És az a bosszantó, hogy saját naptárunkra sem hagyatkozhatunk. Minden számítás, melyet a maja kalendáriumból vezettünk le, Jézus születéséhez kapcsolódik, hogy előtte vagy utána mindegy, a születéséhez igazodunk. Ma azt mondjuk, 2011 év múlt el azóta, hogy Jézus megszületett. A korai kereszténység egyáltalán nem is tudta, mikor született Jézus. Volt akkoriban egy pogány ünnep, amikor az úgynevezett pogányok, büszkén mondjuk, hogy hitetlenek, fényeket gyújtottak. A kozmosz fényei voltak a szimbólumok. Ebből alakítottuk a karácsonyt, a karácsonyfáinkat. Jézus születésének idejét egy eredetileg pogány ünnep alapján állapítottuk meg. Lehet, hogy addigra már eltelt 35 év is, és ezt nem is számítottuk bele. Nincs benne a számolásban. És akkor a mi számításunk úgy szintén téves, akkor az átszámításnak is hamisnak kell lennie. Így a 2012. december 23-ai dátumra egyáltalán nem hagyatkozhatunk. Elkezdődött egy párbeszéd. A legjobb példa erre Hénok. Hénok egészen röviden jelenik meg a Bibliában. Ő az árvíz előtti 7. pátriárka. A Bibliában csak annyi olvasható, és az Úr elvitte Hénokot egy lángoló kocsival a földről. Ha mi a nyugati bibliákból semmi többet nem tudnánk meg Hénokról az Ótestamentum-e mondatából, akkor az etióp egyháznak a bibliájában Hénok a kezdetek kezdetétől megvolt. Az etióp egyház ókori keresztény egyház, de nem pontosan ugyanaz a bibliájuk, mint a miénk, különösen az Ótestamentum. 160 évvel ezelőtt egy angol érkezett Etiópiába. Kolostorban kötött ki, ott is maradt 25 évig. Tökéletesen beszélte a nyelvet, és rábukkant erre a Hénokra. Természetesen magával vitte Hénokot Angliába. És 1900-ban egy német professzor, dr. Emil Kautsch lefordította Hénokot angolról németre. Van egy német Hénok könyv. Ezt nem kapják meg könyvkereskedésben, könyvtárba kell menniük. És Hénok szenzációs, mert Hénok mindent első szemében ír le, ami történt. Tehát egyes szám első szemében mindent, amit megélt. Leírta, hogy 12 éves volt, este volt, aludni készült, és akkor hallott egy zajt az égboltról. Félve kiment, és akkor ott látott két fénylényt, amint egész testükben ragyogtak, és hozzáigyekeztek. Mindketten azt mondták a 12 éves fiúnak, ne félj, ember fia, ne félj! Most jut eszembe, honnan ismerik a földön kívüliek a nyelvünket? 150-200 évvel ezelőtt németországi, franciaországi, angliai, stb. Etnológusok járták be az Amazonász és a Nílus vidékeit. Néprajzi kutatásokat végeztek. Olyan népi törzsekre bukkantak, akikkel semmi közös nincs a nyelvünkben. Sem sziszegők, sem susogók, sem pattogók. Nem tudtak semmit angolul. Sem németül, sem franciául, semmit. A mi képzett embereink pedig nem tudták az ő nyelvüket. 2-3 hónapulva mindegyikük beszélte az ő nyelvüket. A nyelv egy megfigyelés, a nyelv egy utánzás. Bizonyos hangokat bizonyos cselekvésekhez társítanak. Én abból indulok ki, hogy a földön kívüliek látogatásakor néhány olyan csoportjukkal van dolgunk, akiket ma etnológusoknak neveznénk, s akik egy célcsoportot figyeltek már meg előzőleg a földön. Olyan technológiával semmiség volna nyelvet tanulni. Nos, tehát a két idegen azt mondta Hénoknak, hogy ne féljen. Ők kiszaladnak, a két ragyogó ember és a 12 éves fiú középen. Be kellett menni a vízbe. Volt ott egy patak. Le kellett vetkőznie. Tetőtől talpig meg kellett fürödnie a vízben. Amikor elkészült, kijött. Az egyik idegen odahajít neki egy balzsamot, és azt parancsolja a fiúnak, hogy kenje be vele az egész testét. Az én modern szemléletemben fertőtlenítették. Ezt ugye Hénok nem tudja. Megszagolja magát, és megállapítja, hogy olyan illata van, mint az ambróziának és a méznek. Az egyik idegen odahajít neki egy ruhadarabot. Hénok nem tudja, mit kezdjen vele, a tunika-szerűséggel.
Az idegen elmagyarázza neki, hogyan kell belebújni a ruhába. Amikor felöltözik, megnézi magát a 12 éves fiú, és meglepődve mondja, nézd csak, most úgy nézek ki, mint ti. Egy logó volt az overáján, mi más? És akkor felmentek. Természetesen a 12 éves fiú nem tudott semmit az űrutazásról. Hirtelen felülről látta a földet, tisztán látta a csillagokat, ismeretlen képződményeket látott, óriási képződményeket. Kristályházaknak nevezte őket. Nem volt neki szava az anyahajóra, vagy a generációs űrhajóra. Ajtók nyílnak és záródnak. A két idegen vezeti őt idegen kertekbe, idegen szántóföldi növények, virágok közé, amelyeket sosem látott. Végül megérkeznek egy hatalmas szobába, az úgynevezett legszentebbe, ott középütt van egy trón, és a trónon ül a legmagasabb. A két idegen belép a földi emberrel. A legmagasabb felemelkedik a trónjáról, köszönti Hénokot kézfogással, és azt mondja neki, Isten hozott. A legmagasságosabb az én szememben az űrhajó kapitánya parancsot ad két emberének, hogy tanítsák meg Hénokot a nyelvükre. Hénok hamarosan kétnyelvű, tolmácsként szolgál az idegenek és az emberek között. Aztán azt a parancsot kapják, tanítsák meg Hénokot írni. Amint megtanul írni, adnak neki egy gyors írókészüléket. Fogalmam sincs, mi lehet az. Egy gyors írókészülék. Ha ezt a mai időkre átvinnék, lehet, hogy megtanult gyorsan írni, és kapott egy laptopot, azzal gyorsabb. Megy, nem tudom, mit kapott. Végül tudott írni. Ekkor könyveket diktáltak neki. Miféle könyveket? Tiszta tudományt. Az egyik idegen azt mondta Hénoknak. Nézd csak, ott kint azt a kis fényt. Ti emberek úgy hívjátok hold. A holdnak nincs saját fénye. A hold az ő fényét a naptól kapja. És akkor elmagyarázta neki az idegen a holdfázisokat. Felkelő hold, lenyugvó hold, stb. Az idegen elmagyarázta neki a napot, az égi testeket, mind odakint, a földet, a naptárt, 365 egész napot, stb. A beszélgetések végén megígérték az idegenek Hénoknak, hogy magukkal viszik utazásukra, ha ismét elhagyják a mi körpályánkat, a naprendszerünket, akkor magukkal viszik. Hénoknak sok fia és lánya született. Mielőtt elrepült volna, magához kérette a családját. Fiai egyike Matuzsálem, aki a Biblia szerint olyan nagyon megöregedett, és Matuzsálem megkérdezte apját Hénokot. Azt mondtad, elmégy a mennyei kocsival. Mikor jössz vissza? Mikor látlak újra? Azt mondta neki a fiatal Hénok, nem fogsz újra látni. Azt mondták nekem, 1000 évek múlnak el, míg újra eljövök. Tehát az antik irodalomban tényleg vannak ránk maradt szövegek, ahol leírják, hogy valakit elvittek, és ahol megígérték, hogy visszatér. Amikor a spanyolok megérkeztek Közép-Amerikába, figyelték őket az inka fiúk. Nem inka, azték. A fiúk ültek a hegyekben. Megláttak a Karib-tengeren 3 hajót. Rohantak urukhoz, Montezumához. És azt mondták, megérkeztek az istenek. Montezuma az azték uralkodó pompával, díszes, drága kompokkal fogadta Hernando Cortés spanyol hódítót. Montezuma a spanyol delegációnak, a nemeseknek rendelkezésére bocsátotta a saját rezidenciáját. És akkor a spanyolok elkezdték a falat kalapálni. Aranyra bukkantak, és elkezdődött a késelés, az öldöklés. Nem volt ez másként Dél-Amerikában sem, Francisco Pizarroval. A ravasz, mint egy 200 méterrel a perui part előtt állt. Fent a hajópalánkon, középkori páncélinget viselt, olyan láncokból fonottat, a nyilak ellen. A nap ragyogott, az egész testét beragyogta, és az inkák áhítatosan leborultak előtte. Azt hitték, a régen várt napfia tért meg hozzájuk, és Egyiptomban sem volt másképp. A legrégebbi isten Osiris. Az egyiptomi Osiris kifejezés még írás módjában is ugyanaz, mint az Orion. Osiris és Orion ugyanaz. Az egyiptomiak meg voltak győződve arról, hogy Osirisnek az Orion csillagképről ismét vissza kell jönnie. Ezzel a 3 példával csak rá akarok világítani, hogy az újra eljövetelre való várakozás nem keresztény találmány. A visszatérés várás már évezredekkel a kereszténység előtt létezett minden elképzelhető kultúrában. És mi van ma?
Én személyesen katolikus neveltetést kaptam, ismerem az evangéliumokat. Márk evangélistánál elolvashatják, hogy Jézus újra eljön. Várunk az újra eljövetelre. A muzulmán közösségben ugyanez van. Ők persze nem Jézusra várnak, hanem Mahadit várják, akinek vissza kell térnie. És a nagy zsidó világvallás, mely a többinél is idősebb, több mint 5700 éve várnak az ő messiásuk visszatérésére. A zsidó vallás sosem ismerte el Jézust messiásnak, ezt csak a keresztények tették, nem pedig a zsidók. Tehát nem csak a kihalt kultúrák, hanem a ma is élő, gyakorló vallások is ismerik az újra eljövetel gondolatát. Na már most őszintén szólva, nem lehet mindegyik vallásnak igaza. Mi lenne akkor, ha mindegyik tévhitben lenne? Létezett egy ősrégi visszatérés ígéret. A maják megneveznek egy nevet, Bolon Jokte, és egy dátumot. Hogy a dátum jó-e, arra nem lehet hagyatkozni. Hénok és az óindiaiak megneveznek neveket és dátumokat. Valamikor visszajönnek, és akkor talán megéljük az Isten sokkot, azaz a félelmet és a rettegést, és ezért tartom észszerűbbnek és őszintébbnek, ha az ember egy kicsit ezzel a hipotézissel, részemről elmélettel, de ha úgy jobban tetszik elmélkedés, kapcsolatba kerül. Csak egy valamit nem szabad, abban hinni. Megfordulok a síromban, ha ebből bármiféle bolondság alakul ki, és az én eszmekincsemből valamiféle szektát alakítanának ki. Ez lenne a legutolsó, amit akarnék. Hinni mindenben nem kell, de vizsgálgatni lehet. Minden idézet a könyveimben pontos és helytálló. Lehet ellenőrizni, ha időt szánnak rá. Vannak hagyatékaink, vannak előjelek, és valamikor fel kell ébrednünk. A maja kultúra a mai napig az emberiség egyik legnagyobb rejtély. Birodalmuk Közép-Amerikában, Mexikótól a Yucatán-félszigeten, a mai Guatemaláig és Belízig, egy németországnyi területen terült el. Templomokkal, palotákkal, piramisokkal ékes városaikban 200 000 ember élt. Igényei kielégítésére fejlett öntözőrendszerek szolgálták a kukorica és zöldségtermesztést. Folyóvíz és vízöblítéses WC volt a házaikban már több mint 5000 évvel ezelőtt, amikor Közép-Európában alig néhány fából és agyagból épült falu állt. Nem tudni, mikor született a maja kultúra, és miért tűnt el hirtelen Krisztus után 900-ban, de az biztos, hogy 800 írásjelből álló írással, valamint meglepően fejlett építészettel és csillagászattal rendelkeztek. Piramisaikat pontosan megtervezték. Néhányukat bizonyos csillagok és bolygók konstellációjában helyezték el, és még sok titkot rejtenek. Az egyiken képeket láthatunk a hold túlsó oldaláról, ami a Földről láthatatlan. Azt sem tudni, miért építettek hatalmas városokat, és miért hagyták el őket, hogy több száz kilométerrel távolabb újakat építsenek. A vízhiány vagy elvesztett háborúk erre magyarázattal szolgálhatnak, de talán isteneik vagy inkább földönkívüli tanítómestereik tanácsára tették. Erik von Däniken könyve, a maja kultúra rejtélyei, számos érdekes tényt közöl, amelyek a maja kultúrát egészen új fényben tüntetik fel. Nem valahol a dzsungelben vagyok, hanem a Jungfrau Park kulisszái között Interlakenben. Interlaken a hegyekben fekszik, és ez a legszebb építmények egyike. Először is szeretném elmondani, kedves nézők, voltak éppen mi is az a kárgó kultusz. A kárgó szót ismerik, ez a legkülönfélébb szállítmányok gyűjtő fogalma. Lehet csokoládé, lehet repülőgép, vagy akár lőszer, cseresznye, vagy alma. Mindent, amit szállítanak, rakománynak, angolul kárgónak neveznek. Kárgó kultusz. Mi az? A második világháború alatt, talán még egy kicsit később is, az amerikaiak, az angolok, a németek, a hollandok, a németek már a háború előtt is, elutaztak a nagyvilágba. Etnológusok kutatták a népeket. A második világháború alatt az amerikaiak egy kis szigeten, Vevakon, Új-Guineában egy repteret rögtönöztek. Leszállópályát építettek a repülőgépeknek, amelyek a háború alatt rakományt, vagyis kárgót szállítottak. A benszülöttek látták a gépeket és nem értették. Féltek ezektől a repülő, zajos monstrumoktól, amelyek a felhőkből leereszkedtek.
Lassan azonban megszokták a zajt, leküzdötték a félelmet és közelebb merészkedtek a leszálló pályához. Mit tapasztaltak? A monstrumok hasa megnyílt, és különféle áruk kerültek elő belőlük, vagyis kárgó. Minden földi jó. A háború végével az amcsikkal együtt ezek is eltűntek. 15 évvel később egy amerikai háborús veterán ellátogatott Vevák szigetére, Új-Guineába. Nem hitt a szemének, amikor megdöbbenésére azt látta, hogy a benszülöttek karban tartották a leszálló pályát, takarították, kigyomlálták a gazt. És ami még döbbenetesebb, fából és szalmából repülőgépeket építettek hevenyészet propellerrel. Valójában ezek csak imitációk voltak. Láttak valamit, valódi gépeket láttak. Lemásolták őket emlékezetből, ahogy tudták. De vajon miért? Azt remélték, csupán azt kell csinálniuk, amit az amerikaiak csináltak sok évvel azelőtt, és ezek a madarak ismét leszállnak, megnyílik a hasuk, és ebből a hasból megint kárgó kerül elő. Innen a szó kárgókultusz. A kárgókultuszok mindig imitációkultuszok. Egy technológiailag fejlettebb társadalom egy technológiailag fejletlenebb társadalommal találkozik. A technológiailag fejletlenebb társadalom nem érti, mi történik. Nem látott még fényszórót, nem látott még pisztolyt, nem beszélve a lézerről, vagy akár a vakuról. Fogalmuk sincs, mi az a konzervdoboz. Most azt látják, hogy a benszülöttek, a technológiailag fejletlenebb társadalom, ahogy a technológiailag fejlettebb társadalom elmegy, elkezdi a náluk látott tárgyakat utánozni. Például karórát készítenek fából, rohamsisakokat teknős béka páncélból. Új-Guineában megfigyelték, hogy a benszülöttek nagy bambuszbotokat húztak a magasba, liánnal összekötötték, levelekből fülhallgatót készítettek, közben azt mantrázták, balabalabalabalabalabal, mert ezt látták az amerikai katonáktól. Azt hitték, az ő rezgéseik is kijutnak az éterbe. A kárgókultusz mindig félreértelmezett technológia. A technológiailag fejletlenebb társadalom nem érti, mi történik, és utánoz. Azt hiszi, valami istenit, valami természet felettit, valami más világból valót látott. Ez a jelenség, amit a jelenlegi és az előző évszázadban tapasztaltunk, bizonyítja, mi történt évezredekkel ezelőtt. Meggyőződésem, hogy évezredekkel ezelőtt földön kívüliek landoltak jó öreg földgolyónkon. A mi őseink voltak akkor a technológiailag fejletlenebb kultúra. Ők nem értették, mi történik. A földön kívüliek valószínűleg úgy viselkedtek, ahogy az etnológusok tennék. Tanulmányozták a törzseket, pár baráti tanácsot adtak, picit megtanulták a nyelvüket, és munkájuk végeztével szedték a sátorfájukat. Az összezavarodott benszülöttek meg ott maradtak. Mi volt ez az egész? És beindul a kárgókultusz, az imitációkultusz. A benszülöttek elkezdenek sisakokat készíteni, fülhallgatókat, imitált mikrofonokat fabrikálni, technológiai csecsebecsékkel díszítik isteneiket. Az imitáció kultusz mögött soha nincs valódi technológia. A benszülöttek által eszkábált repülőgépek természetesen soha nem fognak repülni. Csak azt utánozzák, amit az őseik láttak. Ahogy évezredekkel ezelőtt. A benszülöttek valamit láttak, valamilyen technikai eszközt a földön kívülieknél, amit nem értettek, és megpróbálták emlékezetből leutánozni. Van erre másik példa is. Vegyük a kereszténységet. Ma tömegek hódolnak a kereszténységnek. Világszerte látunk templomokat, katedrálisokat, kápolnákat, amelyek művészeket ihlettek meg. A festők, a relief és stukkó készítők csodálatos műveket alkottak. Mi van a templomaink főoltárain, mellékoltárain? Csodálatos alkotások. Jézus mennybe menetele, jelenetek az Ótestamentumból, vagy ahogy a jóisten ott trónol a mennyben, angyalok körében.
De egyetlen stukkó készítő, egyetlen festő vagy építés sem volt ott annak idején ezeknél az eseményeknél. Egyetlen egy sem. Nem hallotta a hegyi beszédet élőben. Egyetlen egy sem látta Jézus keresztre feszítését, nem beszélve Mózes idejéről, a mennybe menetel koráról. Valamennyi művész az elbeszélésekből merített. Ez hasonló a kárgó kultuszhoz. A kárgó kultuszok mindig félreértett technológiák. A technológiailag fejletlen társadalom nem érti a technológiailag magasabb rendűt és megpróbálja leutánozni. Egyébként ugyanez a helyzet a maják birodalmában, Közép-Amerikában. A legújabb könyvemben, a maja kultúra rejtélyeiben mintegy 160 ilyen félreértett technológiára mutatok rá képekben, és persze meg is magyarázom őket. Tartsanak velem! Megmutatok néhány ilyen érdekességet. Tasta! Ez itt, kedves nézőim, a kárgó kultusz egyik klasszikus példája. A félreértett technológia. Az a kőfaragó, aki évezredekkel ezelőtt ezt a sztélét kifaragta, vélhetőleg soha nem látott Istent vagy földön kívülit. De az elbeszélésekből tudta, hogy ők az égből szálltak le hozzánk. Itt van egy ilyen égi utas. Jól kivehető a sisakja. És ha jól megnézik, egy kis mikrofon van a szájánál. A két keze behajlítva a föld felé mutat. Egyenesen a föld felé. Látszik, hogy a lábával felfelé lebeg. Tipikus figura, aki leszállt az égből, hogy az embereket tanítsa. Legalábbis a maja hagyomány így tartja erről a sztéléről. Egyébként ez a sztélé a La Venta Parkban található, egy mexikói városban, Villa Hermosán. Érdemes ide átruccanni. Ugyanitt, Villa Hermosán, az Olmeca Parkban látható ez a különös szobor, ami azért furcsa, mert az arc kifejezetten negroid vonásokat mutat. Csak hogy negroid vonásokat Afrikában látni, de ez Közép-Amerika. Hogy kerül egy afrikai fekete ember Közép-Amerikába, és ez a szép, megkapó tartás? Keze a tarkóján, és az ég felé néz. A szája nyitva. Bámulja a csillagos eget. A csodálatos fényeket odakint az univerzumban. És mindezt az őserdőben évezredekkel ezelőtt alkották. Időközben megérkeztünk Guatemalába. Guatemala egy kis ország a Karib-tenger és a Csendes-óceán között. Lent a Csendes-óceán partjánál az indián parasztok évszázadok óta újra és újra különféle tárgyakra bukkannak, amikor a földjeiken dolgoznak. Megakad az eke mindenféle faragott kövekben. Ez is egy ilyen faragott kő. Nem tudni, milyen idős. Hivatalos neve 27-es számú El Bauli lelet. Én speciális látásmódommal félreértett technológiát, kargó kultuszt fedezek fel benne. Nézzék meg, sisakot visel, ami teljesen beborítja a fejét. A sisak közepén, a sisak ablakánál felismerni a viselője arcát, látni a szemét, meg az orrnyergét. Az orr meghosszabbításánál, mintha kilélegzett levegőoszlop lenne, ez emlékeztet a kargó kultuszra. Egy cső vezet a sisakból a hátán lévő kis palackba. Elképzelhető, hogy az El Bauli indiánok valamelyik őse évezredekkel ezelőtt földön kívülivel találkozott, aki védősisakot viselt, talán a kilélegzett levegőnk vagy a baktériumok ellen. A levegőt meg kellett szűrni, adaptálni az igényeihez, és a használt levegőt kilélegezte. A klasszikus régészet képviselői ezt másképpen magyarázzák. A tankönyveik szerint egy maja harci játékról van szó, és valóban ott látni a golyót a kezében.
Éppen legyőzte az ellenfelét, aki a földön fekszik, és úgy tűnik, az életéért könyörög. Ez itt fent, innentől nem értem a majákat, egy oposszum lenne, egy kisfejű patkányféle, ami nem illik ide, ez pedig a farka lenne, valamint az erszényes patkány erszénye. A vélemények különbözőek. Úgy is felfoghatjuk, ahogy én félreértett technológiának, de úgy is, ahogy a klasszikus régészet látja, de úgy vélem, sokat fogunk még vitázni. Tikál stratégiailag fontos helyen fekszik. Krisztus előtt 700-ban telepedtek itt meg az első maják. Sok kovakő és obszidián volt itt, amelyekből nyílhegyeket és késeket készíthettek. A kereskedelem virágzott, és ez valóságos építkezési lázat indított be. Egyedül a 16 négyzetkilométeres központban több mint 3000 építmény jött létre. Több mint 39 generáción át egy dinasztia uralkodott itt. Máig sem tudni, miért hagyták el a lakosai 1000 évvel ezelőtt. Minden esetre ez volt az egyik legszebb maja város. Tikálban több mint 80 piramis és csonka piramis van. A mai napig nem tudjuk, mire szolgáltak ezek. Iskolák voltak. De miért ilyen sok egy helyen? A piramisok csúcsán csak keveseknek volt hely. Uralkodók emlékművei? De egy időben készültek. Az uralkodók rivalizáltak volna. Vitathatatlan, hogy a tikali piramisokat kivétel nélkül csillagászatilag tájolták. Itt Tikal őserdejében, ami ma Guatemalához tartozik, találtak egy stélét a földben. Ez az. A neve egyes számú stélé. Erről én a kárgókultusz okán megint csak másként vélekedem, mint a szakemberek. Kérem, figyeljenek! Itt van egy felkar, egy könyök és egy alkar. A másik oldalon ugyanaz, tehát kétszer. Ez egy ujjas kesztyűben végződik, mindkét oldalon felismerni a hüvelykujjat. A figura feje hiányzik. Levágták. De itt középen valami különöset láthatunk fentről lefelé futni, ami egy kis kanyar után egy zsákocskában végződik. A szakemberek véleménye szerint egész egyszerűen a gerincvelőt láthatjuk itt. Csak hogy a gerincvelő egyenesen a farkcsonthoz fut, és nem egy hajlat után egy zsákocskába. Továbbá ez megint egy labdajáték, de golyót vagy labdát nem látunk itt. Ezen kívül a maják mezitláb jártak, vagy szandálban. Ha a figura lábára nézünk, látjuk, hogy csizma van rajta. A csizmából csövek vezetnek kifelé. Vajon mi lehet ez? Félreértett technológia? Ezt önökre bízom. Mindkét vélemény, úgy a hagyományos régészeké, mint a kárgókultusz elmélet híveié, igaz lehet. A jövő majd eldönti, melyik áll közelebb a valósághoz. Palenque, Mexikó Chiapas megyéjében fekszik. Az egyik legnagyobb maja főváros volt. A nevét a spanyoloktól kapta. Azt jelenti vidék erős házakkal. Az egykor hatalmas, teraszosan épített várost benőtte a dzsungel. Csak a házak 5%-a áll szabadon. A legfontosabb a palota és a feliratok temploma. Ez utóbbi hieroglifáit mindeddig nem sikerült teljesen megfejteni. Palenque uralkodói állítólag az istenektől származtak. Az egyik leghatalmasabb Pakal király volt. 12 évesen vette át anyjától a trónt. Mivel a trónöröklés nem volt gyakorlat, magát és örököseit félistenné nyilvánította. Csak uralkodása után több generációval adták vissza Palenquét évszázadokra a dzsungelnek. Mexikó alföldjén, a mai Chiapas megyében fekszik az ősrégi maja város Palenque. Palenque felfedezése egy különös történet, egy valódi kaland. 150 évvel ezelőtt kezdődött. Akkoriban egy guatemalai százados név szerint Del Rio fedezte fel az őserdőben
a Casas de Piedras-t. A Casas de Piedras kőházakat jelent. Erről jelentést tett. Egyébként elég durván járt el. Lemezeket veretett le, falakat töretett át. Minden régész elborzadt Del Rio százados művétől. Felfedezése nem keltett vízhangot. Aztán valamikor a távoli Londonban valaki hallott egy város felfedezéséről a guatemalai őserdőben. Először Valdek gróf érkezett ide. Senki sem tudja, hogy honnan jött. Ő maga több önéletrajzot forgatott közkézen, ami szerint hol bécsi, hol berlini, hol hamburgi, sőt, prágai is volt. Valdek amúgy szeretetreméltó ember volt, és kitűnően rajzolt. Nemigen hitte, hogy az őserdőben városok vannak. Eljutott Palenquébe. Kevés pénze volt. 3000 mexikói dollár, akkoriban az nem volt sok. Az indiánok nem akarták segíteni. Palenquében eltévedt. Meleg van, mindenütt moszkítók, mérges kígyók, a legkülönfélébb undorító rovarok. Valdek gróf tehát régi romok közé fészkelte be magát. Hál' Istennek volt nála moszkítóháló, és elkezdte lerajzolni Palenque romjait, ceruzával és fekete tintával. A képei valahogy eljutottak Londonba. Ott pedig felfedezte őket az amerikai útikönyvíró Stevens. Megmutatta őket Cartwoodnak, a grafikusnak. Stevens és Cartwood együtt döntötték el, hogy elmennek a Yucatán-félsziget őserdejébe. Így keletkeztek, hogy úgy mondjam, az első féltudományos úti beszámolók Palenquéről. Egyedülálló történet. Palenque különféle építményekből áll, főleg palotákból, de templomoknak is nevezik őket. Például a kereszt palotáját, a kereszt templomát, a lapos kereszt templomát, és van egy épület, amit ténylegesen úgy hívnak El Palacio. És a központi épület neve a feliratok temploma. Azért, mert fent 716 maja feliratot találtak. Innen a neve, a feliratok temploma. 1949-ben a mexikói régész Haas professzor dolgozott Palenquében, és pont ott, ahol a feliratok vannak, felfedezett egy hasadékot a padlóban. Meghökkent. Fogott egy vésőt, és kivett egy lapot a padlóból. Megpillantotta egy lépcső legfelső fokait, de nem lehetett lemenni rajta, mert az egészet a legkülönbözőbb nagyságú kövek torlaszolták el. Az ásatások 3 évig tartottak, 1949-től 1952-ig. Végre leértek, milyen a padló alatt a piramis a feliratok templomának aljára. Háromszög alakú ajtó előtt álltak. Ilyet még nem láttak. Az ajtót durván feltörték, és a régészek egy 7 méter magas terembe értek. Nem tudtak belépni. Miért? Az egész tele volt cseppkövekkel. Stalaktitokkal és stalagmitokkal. Ezeket leverték. Kár értük. Ha egyet ott hagytak volna, könnyedén megállapíthatnánk, milyen régi lehetett ez a terem a piramis alatt. Milyen a piramis padlózata alatt egy kőlap volt? Ma általánosan úgy nevezik a palenquei sírlap. 3,80 méter hosszú, 2,20 méter magas. Szép nagy blokk, több mint 10 tonna a súlya. És erre a sírlapra egy reliefet véstek kézzel, amely olyannyira szenzációs, hogy ma szerte az egész világon azon vitatkoznak, hogy vajon mit ábrázol. És ezeket a képeket, a palenquei sírlapon talált ábrázolásokat alaposabban meg fogjuk nézni. Az élmény egyedülálló. Ez a világhírű palenquei sírlap. A középpontban látható egy ember olyan pozícióban, ami a motorosokra jellemző. Közelebbről nézve, valami szerkentyű van az orrán. A felül lévő keze enyhén nyitott, mintha egy gombot tekerne. Az alul lévő kéz 4 ujját, hátulról jól látható, begörbíti, mintha egy kart kezelne. Az alak, mintha egy fotelhoz hasonló alkalmatosságon ülne.
és körben az alak körül felfedezhető két vonal, amelyek visszavezetnek, majd lefelé futnak, és a másik oldalon feljönnek. Az a benyomásunk, mintha egy kapszula lenne. Mintha emberünk egy kapszulában ülne, és egészen a végén olyasmi látható, mint egy tűzcsóva. Az elmélet, amit felvázoltam, egyáltalán nem egyezik a szakemberekével. Mióta dr. Haas 1952-ben felfedezte, én magam 14 különböző magyarázatot ismerek, mindegyik az adott korszellemnek megfelelő. Hál' Istennek, ez ma már nem hit kérdése. A vélemények változnak az új ismeretekkel, a kornak megfelelően. A felfedező eredetileg úgy gondolta, hogy ez egy maja ifjú. Ez a maja ifjú egy áldozati oltáron ül, tehát feláldozzák. Aztán a következő generáció felfedezett itt fent egy szemfogat, és itt szemben egy másikat. A két szemfog az ő elméletük szerint a föld szörnyeteg nyitott száját ábrázolná. A férfi pedig Pakal király lenne, aki beleveti magát a föld szörnyeteg nyitott szájába. A melkasából azonban kinő az élet keresztje, vagy, ahogy mások mondják, az életfája. A jelentése halál és élet, halál és újjászületés. Még előrébb ezen a különös sírkövön egyesek felismerni vélik a quetzalmadarat. Ez egy guatemalai madárfajta, amelynek szép, hosszú, színes tollai vannak. A quetzalmadarat a maják szent madárnak tartották. Ebből a különös életkeresztből, vagy életfából oldalt, jobb és bal oldalon, ilyen bordás, felettébb érthetetlen dolgok nőnek ki. Régen a szakirodalom azt állította, hogy ezek letört patkányfarkak. Az új irodalom szerint nem, ez a tömpe orrú sárkány letört farka. Körben, a sírkő körül, balra és jobbra, lent és fent, és mindenütt egy írott szallag fut végig. Némelyikükből felismerhető, hogy évszámokról és adatokról van szó. Említik Pakal királyt, meg a feleségét, de érdekes módon egyes írásjelek ellentmondásosak. Nem illenek oda. A legújabb verzió, a legújabb magyarázat erre a szenzációs kőlapra már egészen másképp hangzik. Stuart and Stuart professzorok, az egyik Stuart az apa, a másik a fia, a texasi Austini Egyetemről a legismertebb epigráfusok közé tartoznak. Az epigráfusok maja fordítók, akik el tudják olvasni a maja hieroglifákat. Ők teljesen új magyarázattal állnak elő. Azt állítják, hogy az egész sírkövet az univerzum ábrázolásai veszik körbe. A középpontban nem az életkereszt vagy az életfa áll, hanem az univerzum keresztje. A quetzalmadárral a legújabb értelmezés semmit nem tud kezdeni. Egész egyszerűen mitológiai lénynek vagy mitológiai madárnak nevezi. Ezekre a bordázott tárgyakra, a tömpe orrú sárkányra vagy a letört sárkányfarkakra sem talál semmiféle magyarázatot. Régebben azt az álláspontot képviselték, hogy Pakal király beleveti magát a föld szörnyetek szájába, ezért a két hatalmas szemfog. Közben módosult a felfogás. Pakal nem ront be a föld gyomrába, hanem felrepül a földről, ki az univerzumba. A tábla alján az alkalmatosság, amin ül, valójában a napkehely, ahogy a maja szaknyelvben nevezik. Megváltoztak az idők. Javasoltam, hogy a kárgókultusz elmélet szemszögéből tekintsék át újra a problémát. Az a bizonyos, földön kívüli etnológus a földön egy kis járművet használt. Egy űranyahajóval nem landolhat a földön. Egy szállító űrhajóval nem repked a föld körül. Ez olyan volt, mint nálunk a holdra szállás. Egy hatalmas űrhajó indult el a földről, de csak a csúcsa érte el a holdat, és a csúcsból kivált egy kisebb jármű, az úgynevezett LEM, Luna Modul, vagy Holdkomb. És a Luna Modulból meg
megint kivált egy még kisebb jármű, az úgynevezett holdautó. Épp ahogy itt. Valahol az űrben volt egy űr anyahajó. Ez az anyahajó kisebb járműveket lövelt ki, a kisebb járművek pedig még kisebb járműveket. Valamiféle járművet, amit a Földön használtak. Ezek már nem űrhajók, hanem a motorhoz hasonló járművek voltak. És egy ilyen földönkívüli etnológus megigézte a maják őseit. Bámulták, ahogy ott ül a járműben, hátrahajolva, és valami kard kezel, és a járműből tűz, forróság, füst, forró gázok lövelnek ki. A maja kőfaragó, aki ezt a grandiózus képet alkotta, az ősei égi tanítómestereit sohasem látta. Nem tett mást, csak az elbeszélések alapján egyszerűen kőbe véste, amit a papjaiktól tanult. És mára megmaradt ez az egyedülálló alkotás, amely legalábbis a legújabb magyarázat szerint egyre közelebb áll az én felfogásomhoz, amely szerint Pakál király nem veti bele magát a földszörnyetek szájába, hanem felrepül a földről ki az univerzumba. Az idők megváltoztak. A nézőpontok is. Teotihuacán egyfajta antik megaváros volt. A hatalmas komplexum 40 kilométernyire fekszik Mexikó fővárosától. Máig nem tudni, ki építette és kik voltak a lakói. Színes freskókat hagytak hátra, de írást nem. Becslések szerint a fennsík első települése 3500 éves múltra tekint vissza. Alig néhány évszázad alatt alakult ki itt egy központi hatalmi és kereskedelmi centrum, amelyben 20 négyzetkilométeren mintegy 250 ezer ember élt. A város szívében áll a 75 méter magas nappiramis, a harmadik legnagyobb a világon. A város egészét pontosan megtervezték. Épp úgy, mint Amerika mai városaiban, az utcák az égtájaknak megfelelően helyezkednek el. A piramisok és a templomok mellett külön városnegyedekben éltek a parasztok, a kézművesek és a magasrangú polgárok. Hatalmas, fallal körülvett palota komplexuma hasonló a pekingi tiltott városhoz. Időszámításunk szerint 600-ban a várost egyik pillanatról a másikra elhagyták, és csak sokkal később az aztékok fedezték fel. Ők adták mai nevét is. Kezdetben senki sem tudta, hogy mi is volt itt. A spanyolok úgy 400 éve meghódították Közép-Amerikát. A spanyol szerzetesek itt botladoztak a dombokon, és nem tudták, hogy alattuk piramisok vannak. Csak később fedezték fel, lépésről lépésre. Az egyik spanyol megtanulta a nyelvet. Megkérdezett egy benszülöttet, hogy hívják ezt a várost. Azt felelte, a város neve Teotihuacán. A spanyol tudni akarta, mit jelent az, hogy Teotihuacán. A benszülött azt felelte, Teotihuacán azt jelenti a hely, ahol az isteneket eltemették. Az épület komplexum hatalmas. Először is itt van a főtengely. Ezt a főtengelyt úgy hívják Camino de los Muertos, a halottak útja. Csak nem 4 kilométer hosszú. Nyílegyenesen, és még mindig a főtengelyen, különböző lépcsők vannak. Ezzel különleges optikai hatást érnek el. Ha fent állunk a piramison, és lenézünk erre a főtengelyre, erre a halottak útjára, csak egy utat látunk, amit már ismerünk. Csak hogy ha lent állunk a 4 kilométeres út végén, és a piramis felé nézünk, a lépcsők miatt úgy érezzük, mintha az egész út ténylegesen egyetlen lépcsősor lenne, bár a lépcsők között egyenként 4-5 méter távolság van, tehát sík terep. Az az optikai érzet, mintha egyetlen lépcső vezetne a háta mögötti piramishoz. Napjainkban különös megállapításra jutottak. Egy amerikai mérnöktől származik, aki a régészet rajongója, a neve Hugh Heliston.
Azt mondta, ezt meg kellett tervezni. Nem lehet csak úgy megépíteni, vonalakat húzva a földre. Kik voltak ezek az építészek? Milyen mértékegységet használtak? Mi méterben mérünk? Ők is csak használtak valami mértékegységet. Elkezdte lemérni az építményt, és egyre kisebb részekre osztotta, amíg megvolt a legkisebb egység. Ezt elnevezte hunapnak. A hunap maja szó, és valóban egységet jelent. Ahogy nálunk a métert, úgy ezt a hunapot minden építményre alkalmazni tudta, akár a töredékét, a többszörösét, pont ugyanúgy, ahogy nálunk. Méter, 224 méter, vagy 6 méter, mindent kifejezhetünk vele. Arra a különös megállapításra jutott, hogy ez a hatalmas épületkomplexum voltaképpen a mi naprendszerünk kicsinyített makettje. Hogy is van ez? Itt a főtengelyen a halottak útján különféle építményeket látni. Ismerik a naprendszerünket? A középpontban a nap áll. Az első bolygó, ami a nap körül forog, a Merkur. Nagyobb távolságra követi a Vénusz. Aztán jön a Föld, aztán a Mars. A Mars és a Jupiter között egy nagyobb lyuk van, majd jön a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a többi. Minden építmény távolsága a középponttól arányos az adott bolygó távolságával a naptól. A végétől, ott, ahol a záró piramis áll, ez a nappiramis, egyenesen vezet az út egészen a dombig, ami innen nem látható, és itt ismét régi építmények romjai találhatók, pontosan az Uránusz, a Neptunusz és a Plutó helyén. Már említettem, a Mars és a Jupiter között van egy nagyobb lyuk. És ebben az űrben, hogy úgy mondjam, lyukban forog az úgynevezett aszteroida öv. Itt a halottak útján folyik egy patak. Ezt a patakot mesterséges mederbe terelték egykor a város építői. Egy patakban sok-sok kő van, kisebbek, nagyobbak a víz alatt. És ezt a medret pontosan arra a helyre terelték el, a Mars és a Jupiter közé, ahol a valódi, a naprendszerben az aszteroida öv található. Az érdekes csak az benne, hogy évezredekkel ezelőtt tervezték és építették ezt a komplexumot. Tudott valaki akkor az aszteroida övről? Az aszteroidák megfigyeléséhez nagyon erős teleszkópok kellenek. Az aszteroidák amolyan kövek, a legkisebb focilabda méretű, a legnagyobb a Ceres, aminek 9000 kilométer az átmérője. Mindenféle kövek és kisbolygók, mondhatni, planetoidák százezrei mozognak a Mars és a Jupiter közötti lyukban. Pontosan ezt ábrázolták itt. Még egy érdekesség. Az Uránuszt, a Neptunuszt és a Plutót is ábrázolták ebben a naprendszer modellben. Csak hogy évezredekkel ezelőtt még senki nem tudott ezekről a bolygókról. A Plutót csak 1930-ban fedezték fel, a legkisebb bolygó. Nemrégen a Nemzetközi Csillagászati Szövetség úgy döntött, a Plutót nem nevezik többé bolygónak, csak planetoidának. Teljesen mindegy, hogy a Plutót a naprendszer utolsó bolygóját bolygónak vagy planetoidának nevezzük, ezen a modellen ott van, és a maják nem ismerhették. Felmerül a kérdés, honnan tudtak róla? Kik voltak a tanítómestereik? Kik tanították a régi majákat vagy az asztékokat? Nem tudni. Ki építette ezt a várost? Valószínűleg sem a maják, sem az asztékok, mert ez régebbi. És ezért nevezik az építőit Teotihuacanosnak, mert a város neve Teotihuacan. A Teotihuacanosok építették, de nem tudjuk, kik voltak. Viszont Krisztus előtt legalább 1000-ben, de inkább régebben, 3000 évvel ezelőtt. Akárkik voltak, nem tudhattak az Uránuszról, a Neptunuszról, a Plutóról és az aszteroida övről. Honnan származik hát a tudásuk? Itt lépnek a képbe az istenek, a földön kívüliek, a tanítómesterek, akiknek tényleges mitológiai szerepük van. Hogy is kezdődött? A spanyol szerzetes, aki elsőként megtanulta a nyelvet, megkérdezett egy benszülöttet. Hogy hívják a várost? Az azt felelte Teotihuacan.
A szerzetes visszakérdezett, az meg mit jelent, Teotihuacán? A hely, ahol az isteneket eltemették. Nemrégiben detektorokkal föld alatti üregeket találtak itt. Nem is kicsiket. Az egyik akna 3,5 méter széles, 1,5 méter magas. Egy kis robotot küldtek le, mert az üreg egy része rossz állapotban volt. A kis robot az üreg végén, legutóbbi ismereteim szerint, 3 nagy, nehéz kőajtó előtt állt meg. Mi van ezek mögött, az ajtók mögött? Évezredekig senki nem nézett utána, hogy itt a földben a kőajtók nem termekbe vezetnek-e, és azokban mi van? Talán az istenek sírjait a következő években megtaláljuk Teotihuacán földjében. Talán valóban megtaláljuk a földön kívüliek múmiáit vagy maradványait. Akkor én biztosan ugrálnék örömömben. És még valami. Ezek a maják és az asztékok is, maja vagy aszték, ez mindig vita tárgya, az asztékok azok, akik a fennsíkon éltek, a maják pedig az alföldön, de alapjában ugyanúgy gondolkodtak, ugyanaz a vallásuk, az isteneik, csak kicsit más néven. Mondok egy példát, Quetzalcoatl, a tollas kígyó, vagy Cucumatz, az alföldön szintén a tollas kígyó, és sorolhatnám, ugyanazok az alakok voltak. Mindkét nép hitt abban, hogy évezredekkel ezelőtt földön kívüliek látogatták meg őket. Égi lények. Vannak könyvek, amelyek ezt valóban megerősítik. Egy pillanat. A spanyol hódító Hernando Cortés, amikor megérkezett ide, rengeteg maja könyvet talált. Ezeket egészen hegyes ecsettel írták, 4 színnel, pergamentszerű anyagra. A pergament nem túl megfelelő szó, ez egy pálmalevelekből, homokból, stb. Összegyúrt, tömör kiszárított massza, amit bevontak mésszel, és hegyes ecsettel festettek rá. Ez a spanyol, Hernando Cortés legyilkoltatta a papokat, fiatal fiúkat kínzott meg, végül előadatta velük az összes könyvet. Ezeket hatalmas hegyekben felhalmozták, gyúlékony anyaggal leöntötték, és meggyújtották. Szégyenünkre, és mindezt a kereszténység nevében. Képzeljük csak el, mi lenne, ha ma ez velünk történne meg. Valaki megsemmisítetné az összes Bibliát. Na és? A papok és a hívők ismerik a Biblia tartalmát. Eldugnák, vagy újra papírra vetnék a Bibliát. Pontosan ez történt itt is. Néhány pap, aki megmenekült, elrejtőzött, és újra leírta azt, amit korábban már tudott. Így keletkeztek a Csilám-Balám könyvek. Az 5. Csilám-Balám könyvben azt írják, valamikor az istenek a csillagsátorból, az égből leszálltak az emberekhez, és az emberek, a maják a pontos naptárukkal várták az istenek visszatérését minden 52. évben, vagy ennek többszörösében, tehát 52, 104, 208 és a többi. Az istenek eljövetelét szimbolizálja a maják egy csodálatos szertartása, ami ma már a turisták kedvéért kicsit módosult, de a lényege ugyanaz maradt. Bejön 5 indián. Összegyűlnek egy oszlop körül. Az indiánok színpompás ruhákban vannak. Az oszlopról 4 kötél lóg le, tehát 5 ember és 4 kötél. Mindenki felmászik, az 5. kap egy külön kötelet, és az oszlop tetején helyezkedik el, 25 méter magasságban. Csak egy kis pont látszik belőle. A többi 4 most a bokájához rögzíti a kötele egyik végét. A másik végét az oszlop köré csavarja. Az 5. vezényszavára, aki fent ül és fuvolázik, a másik 4 leveti magát háttal az oszlopnak. Úgy repülnek le, mint ma a bungee jumpingozók, a kötélugrók. Csak nem olyan gyorsan, mivel ez nem gumikötél, mint a bungee jumpingnál. A kötél merev.
A hosszát azonban úgy számítják ki, hogy mind a négyen csak 13-szor érik körbe az oszlopot. Aztán fejjel és kézzel lefelé megérintik a földet. A hagyomány szerint pontosan 4 isten volt, és mind a négyen pontosan 13-szor kerülték meg a földet, mielőtt kézzel a megszentelt földhöz értek. A 4 indián a 4 istent szimbolizálja, mert a kötél hosszát úgy számították ki, hogy csak 13-szor tudják megkerülni az oszlopot, mielőtt a földre érnek. 4×13, azaz 52. Az 52 a maják szent száma, mert 52 vagy többször 52 évenként jönnek vissza az istenek. Ma úgy néz ki, hogy ezt az élő mitológiát bemutatják az ámuló turistáknak, és a legtöbbnek fogalma sincs arról, hogy voltak éppen mit lát. Bemutatják az istenek eljövetelét a szent maja naptár színjátékában. Nem véletlen, hogy a mexikói Yucatán-félszigeten fekvő Chichen Itza mágnesként vonza a turisták millióit. Ha a majáknál létezett volna építészeti olimpia, itt már 1300 éve megrendezhették volna. Akkoriban nem ismerték a modellezést, ezért ott helyben csodálatos díszítéseket véstek kőbe. A maja építőmestereknek a toltékok számtalan építkezésben méltó társaik voltak. Az elmúlt 200 évben a régészek hatalmas oszlopcsarnokok, templomok, paloták és áldozati oltárok tucatjait ásták ki. És legalább ennyi fekszik még az őserdő mélyén, a dzsungel rejtekében. A Chichen Itza jelentése az Itzák kútja. Az Itzák befolyásos uralkodó család tagjai voltak. A kút vizéből a mai napig nem tanácsos inni. Az ellenfeleket és a hadifoglyokat egyszerűen belefojtották. Az építészek az élőkre is figyeltek. A piacok, a labdajátékpályák, a fürdőházak ellenálltak az időnek. Szentként tisztelték a jaguárt és a sast, amelyeket a domborművek tanúságai szerint emberi szívvel etettek. A középpontban a kígyóisten Kukulkán állt. Neki szentelték a központban álló impozáns piramist. A mexikói Chichen Itzában vagyunk, és ez Kukulkán isten híres piramisa. Kukulkán a maják tollas kígyó istene, a repülő kígyó. Ha most Egyiptomban lennénk, akkor a piramis egyik oldalfalát észak-dél irányban tájolták volna. A majáknál más a helyzet. Az észak-dél tengely átlósan szeli át. Ez nem véletlen. Így tervezték. Ezzel az asztronómiai tengelyeltolással az építők egy egyedülálló fényjátékot hoztak létre. De nem csak a tengelyeltolással. A fényhatás, amit mindjárt megmutatok, összefügg a piramis újszerű lépcsőzetével és a hajlásszöggel. Ha meredek lenne, mint egy torony, az, amit látni fognak, nem működne. Ha lapos lenne, akkor se látnánk. Miről is van szó? Évente március 21-én a nap felkel keleten, és a piramis egyik fele metsző fénybe borul. Ahogy feljebb jön, egy fényárnyék nyalábot vet pontosan a lépcsőre. Arra a lépcsőre, ahol a szárnyas kígyóistent, Kukulkánt ábrázolták. Hogyan csinálták? Úgy képzeljék el, mint egy mérleg két nyelvét. Ahogy a nap feljebb jön, a fény árnyéknyaláb lemegy a lépcsőn, de ez csak az új lépcsőzettel érhető el, az asztronómiai tájolással és persze a hajlásszöggel. Szeptember 21-én ugyan ezt látjuk az ellenkező irányban, a piramis másik oldalán. Most feljön a nap az égre, élesen megvilágítja Kukulkán fejét. Most lemegy a nap. Ahogy lefelé megy, a fény árnyéknyaláb egészen lassan felfelé kúszik a lépcsőn. A végén, amikor a nap lemegy, már épp csak a kis templom világít a piramis csúcsán, bizarr fényeivel. Egyébként, ha megoldható, kedves nézőink,
zarándokoljanak el március 20-án este Csicsén Itzába. Töltsék az éjszakát, mint egy 30 ezer turistával kint a szabadban. Napfelkeltekor, amikor elkezdődik, minden csendes. Aztán megélik a fény-árnyék játékot. A fény-árnyék csóva előbb lekúszik a lépcsőn, aztán újra fel. A turisták és az indiánok lélegzete eláll. Amint a látványnak vége, kezdődik a tánc, az ének, az ováció, az emberek ölelik, csókolják egymást. Mi ez az egész? Az üzenet világos. Kukulkán Isten lejött az emberekhez. Egy ideig közöttük időzött. Tanította, majd ismét elhagyta őket, azzal az ígérettel, hogy később visszajön. Egyébként egy maja építmény sem áll véletlenül úgy, ahogy áll. Minden maja épület, mindegy, hogy hol van, a naptárhoz kapcsolódik. Kukulkán piramisának négy lépcsője van. Minden oldalon egy. Minden lépcsőnek pontosan 91 foka van. 91-szer 4 az 364, plusz a legfelső Kukulkán templomához, az még 56. Minden a naptár szolgálatában áll. Ezen a piramison talán látják a kis derékszögeket. Minden oldalon pont 52-t. A maják úgy hitték, hogy 52 évenként Kukulkán Isten megint lejön hozzájuk, vagy ha nem is 52 évente, többször 52 évente, tehát 52, 104, 208, stb. Az előbb láttuk a voladoreszeket, a repülő indiánokat, akik leszálltak. Ők az isteneket képviselik, ahogy fejjel lefelé 13 kör után érkeznek le. 4x13, egyelő 52-vel. Itt ez ismét előjön. Ezúttal a mitológia nem élő, ezúttal kőbe vésték az örökké valóságnak. A maja papcsillagászok zseniális ötlete, amit nem lehet olyan könnyen eltüntetni, mint a könyveket, amelyek elégnek. Tulum egy maja kisváros, de Karib-tengeri fekvése miatt talán az egyik legszebb. A Yucatán-félsziget keleti partja ezer éve sűrűn lakott volt, Tulum is kereskedelmi központ volt. A Krisztus előtti 12. és 15. évszázad között épült. A várost körülvevő falak 4-6 méter magasak. A főépület, a Castillo, a tengerről jól látható. Ezért Tulum olyan erődítménynek látszott, hogy a spanyolok 1518-ban nem mertek itt kikötni. Egy másik fontos épület a freskók temploma, amelynek nagy kulturális, társadalmi és vallási jelentőséget tulajdonítanak. A templomban látható színes freskók jó állapotban maradtak meg. Jelentésük máig számos kérdést vet fel. Krisztus után 160-ban a Kopán folyó termékeny vidékén megszületett a Kopán királyság. Az 5. évszázadra tehető egy dinasztia feltűnése, amely 4 évszázadig töretlenül uralkodott itt. Ők tették Kopánt koruk legnagyobb kiterjedésű nagyhatalmává. Maguk köré gyűjtötték a legjobb építőmestereket, szobrászokat, művészeket, ők építették át a város szívét a mai formájában. Egyikük Kopán legnagyobb építtetője lett. Az ő vezetése alatt épült a hieroglifa lépcső, a leghosszabb felirat maja földön. Több mint 2200 hieroglifát tartalmaz. A 9. században megtört a régi fény. Kopán lakossága több mint 20 000-re nőtt. Ennyi embert a mezőgazdaság nem tudott eltartani. El kellett hagyniuk a völgyet. A királyság ezzel eltűnt. A téma még mindig a kárgókultusz, és egy darabig még az is marad. A kárgókultusz a félreértett technológia, amely leülepedett, és templomokban, kultúrában, reliefekben és a többi kristályosodott ki. Tulum ennek a legékesebb példája. Tulum közvetlenül a Karib-tenger partján fekszik. A tenger felől nézve, egy nagyváros benyomását kelti, melynek tornyai, templomai kimagaslanak a dzsungel sűrű zöld tömegéből.
Közelebbről nézve, minden templomában látjuk a repülő istent, amint leszáll, és érdekes módon mindig fejjel előre. A különböző ábrázolásokon ezek a repülő istenek mind sisakot viselnek. Az egyiken még a szétterpesztett lábakat is látni, és a lábak úgy állnak, mintha kitámasztana, valahogy úgy, mintha sűrített levegő lenne mögötte. Kargokultusz, félreértett technológia. A teljesség kedvéért a szakemberek persze ezt egészen másképp látják. Ők úgy gondolják, hogy ezek a fejjel lefelé leszálló lények mély istenek lennének. Ismerem a méheket, de ilyeneket még nem láttam. Ráadásul Tulum nem egyedülálló ezekkel a fejjel lefelé leszálló istenekkel. Ezeket mindenütt látni a majáknál, például Csicsén Itzában. Ott, ahol Kukulkán nagy piramisa áll, ott, ahol a hatalmas obszervatórium áll, mindenütt találni oszlopokat. Az alsó végüknél ugyanaz a motívum, mint Tulumban. Fejjel lefelé leszálló sisakos alakok. És Csicsén Itzában van még valami. A maják egy világhírű labdajátékot játszottak. Azt mondják, életre halára ment a játék, de ezt nehezen tudom elhinni. Melyik labdajáték csapat akarna játszani, amikor tudja, ha veszít, lemészárolják? Csicsén Itzában van egy szép labdajáték pálya. Két fal, jobbra és balra, és ezekbe a falakba fent bevésve egy kör. A játékosok kemény gumilabdával játszottak, ami mintegy 2,5 kilós volt. Ezt a kemény gumilabdát a játékosok nem a lábukkal rúgták, mint a futballban, kézzel sem érintették, hanem mivel? Fejjel, csípővel, háttal, könyökkel, térdel, stb. Képzeljék csak el, egy 2,5 kilós kemény gumilabdát térdel továbbítani. Sérülés veszélyes. A játék életveszélyes volt. Érdekes, hogy Csicsén Itza falain még ma is egészen világosan felismerhető pap vagy isten alakok futnak. Ha kamerával közelítünk, mindegyik figura fura tárgyat tart a kezében. Négyszögletes dobozokat, aminek erősen markolják a fogantyúját. A négyszögletes dobozok a föld felé mutatnak, vagy felfelé. Senki sem tudja, mik azok. Kihallgattam egy idegen vezetőt, aki egy francia turista csoportot vezetett. Én az árnyékban ültem. Ez az idegen vezető azt mondta a turistáknak, ezek itt csak vasalók. Ez valami műszaki felszerelés. Néhány esetben felismerhető egy pofa szemfogakkal. De ez valami műszaki kütyű, olyasmi, mint a Geiger-Müller számláló. Nem biztos, hogy pont Geiger-Müller számláló, de valami műszaki eszköz, hogy mi az, nem tudjuk. Félreértett technológiák mindenütt. Nézőpont kérdése, hogyan látjuk. Tulumon és Csicsén Itzán kívül van egy Copán nevű hely. Az egyik legrégebbi maja város. Itt találhatók a híres maja hieroglifák. Egy piramis minden irányban tele hieroglifákkal. Itt kapjuk az első magyarázatot a maja naptárra, erre a bonyolult rendszerre, amelyet majd később megmagyarázok. Itt mindenütt a modern technológia nyomaira bukkanunk. Copán lomtárában például kőből faragott fogaskereket találtam. Egyértelműen fogaskerekeket. Nem tudják, mire véljék. Lényeket találtam, akiket fénysugarak öveztek. Ez a kapcsolat a tudományokkal természetesen az ősi Indiára emlékeztet. Mi köze Copánnak az ősi Indiához? Az ősi Indiában a templompiramisok meredekek. A templompiramisok tetején mindig lóg vagy fekszik egy vimána. A vimána az óindiai irodalomban egy repülő jármű. Nem űr anyahajó. Az űr anyahajók földön kívüli pályán maradtak. Kisebb járművek szálltak le, ezek voltak a vimanák. A templomok ugyanolyanok, mint Közép-Amerikában. A copáni piramisok és a pakári piramisok úgy néznek ki, mint az indiai piramisok. Közép-Amerikában minden kéziratot megsemmisítettek, három kivételével, amelyek
alig olvashatók. Indiában ezek megmaradtak, és pont ugyanolyan figurákat látni a templomaikban, mint Kopánban. Az alakokat fénysugarak övezik, tetőtől talpig, mondhatni tűz övezi őket. Az óindiai irodalomban ezeket az alakokat ikreknek, mahucnak nevezik. Ezeket leírták és istenítették. Szó szerint ezt olvasni. A világ mindenségből jöttök, csillagok között repültök, a föld fölött repültök, a levegőben repültök, ahová repülni akartok, oda repültök, ti híres, tiszteletre méltó, hőnszeretett mahucok, és a többi. Az ikrek vagy a mahucok dicsőítése emlékeztet a képekre, amelyeket Kopánban láttam. Tehát a rejtélyes helyek Kopán, Tikál, Tulum, a régi maja városok. A legkülönbözőbb helyeken, például Kopánban láthatók úgynevezett antropomorf figurák. Mi az az antropomorf figura? Az antroposz görögül embert jelent. Az antropomorf figurák az ember és az állat keverékei. Senki sem érti őket. Csodálatos ábrázolások, sztélék születtek róluk, de nem tudjuk, mik ezek. Kopánban ott vannak ezek a pap vagy isten alakok sisakban, fénysugárban. Ha a kamerával ráközelítünk, látható, hogy mindnek egy doboz van a mellén, és öt ujjal kezelnek egy tasztatúrát. Azt is mondhatnánk klaviatúrát, mert ezek nem gombok, hanem olyanok, mint egy zongora billentyűzete. Jobbra és balra, a mellkasukon. Mi volt az? Nem tudni. A régészek pillangó szimbólumról beszélnek, de ahhoz semmi közük. Ha jobban megnézzük, a dobozok a mellkasukon lógnak, a vállukon láthatóak a kötelek, amelyekkel felerősítették őket. Félreértett technológia. Az akkori kőfaragók, az akkori papok vajon mit láthattak az isteneknél, a földön kívülieknél, amit nem értettek? Még egy példát mondok. Tulában, Tula a mexikói fennsíkon fekszik, láthatók a híres tulai szobrok egy magaslaton. Atlaszoknak is hívják őket, nem tudom miért. Nézzük felülről lefelé. Először is egy nagy kalap. Egyáltalán nem mexikóira val. Ezután két igen hosszú fül jön. A hosszú fülekről fura módon a Húsvét szigetek hosszú fülői jutnak az eszembe, pedig az messze van. De menjünk tovább. A mellükön van egy doboz. Hogy mi az, nem tudni. A régészek itt is pillangó szimbólumról beszélnek. A testükön lefelé haladva, jobbra és balra a figurák tárgyakat tartanak a kezükben, és pedig két ujjal. A hegyüket előre tartva. Úgy néznek ki, mint egy fegyver. Ezután jön a nadrág, majd a hatalmas cipő. Emlékeztet a hegymászó vagy a síbakancsra, esetleg egy űrhajós cipőre, és a cipőkön itt felül van egy kerek tárgy, mintha egy kerék lenne, amit tekerni kell. A klasszikus felfogás szerint ezek virágok. A kezükben tartott tárgyak pedig hajító szerkezetek, vagy pedig íjak. Döntsék el maguk, de azt hiszem, a kárgókultusz, a félreértett technológia közelebb áll a lehetséges igazsághoz, mint a tegnapi szemlélet. Sok minden úgy, ahogy tegnap láttuk, észszerű volt, logikus volt, beleillett a képbe, de ma már... Sok minden, ami tegnap még észszerűnek tűnt, ma már nem az. Vegyük a bátorságot, hogy ezt átgondoljuk. A képek magukért beszélnek. Városok, paloták és templomok máig tanúskodnak az egykor hatalmas maja kultúráról. A hieroglifákból megtudunk egyet mást uralkodóik életéről. Építőmestereik terveit azonban titok övezi. Nem tudjuk, kik voltak a modelljeik, sem azt, hogy honnan tudtak több tonnás kőtömbökből csillagászatilag pontos tájolású piramisokat építeni. A kőtömböket sokszor több száz kilométerről szállították az építkezésre. Ezt mind a maják hozták létre, megerősített utak nélkül, és a kereket sem ismerték.
Nem voltak igavonó és málhás állataik sem, abban az időben, amikor sokkal fejletlenebb kultúrákban már ökröket, szamarakat, lovakat és tevéket használtak. Csak sejtjük, hogy ezeket a hatalmas kőtömböket fatörzsek segítségével szállították. Ez gyakorlatilag lehetetlen hegynek felfelé, mocsaras vagy erdős terepen. A város és útépítés elválaszthatatlanok egymástól. Ezért száll szembe Erich von Däniken minden eddigi elmélettel. A szakirodalomban mindig azt olvasom, hogy a maják nem ismerték a kereket. Ez botorság, hiszen kerekek vannak Mexikóban, például a Jalapai Múzeumban. Ott látható egy négy keréken guruló maja gyermekjáték, vagy a híres mexikói antropológiai múzeumban található az egyik világhírű aszték naptár, ami kerek. Ha egy kőfaragó egy ilyenen dolgozott, biztos észrevette, hogy a tárgy elgurul, nem marad egy helyben. Mexico City antropológiai múzeumában olyan kerekek is láthatók, amelyeknek küllői is vannak. És a legjobb? Palenkében. Az őserdő mélyén, ahol a híres sírlap található, van egy építmény, a neve El Palacio, a palota. Hihetetlenül hangzik, de ott valóban találtam egy elegáns görkorcsolyázót. Világosan kivehető a talpa alatt a görkorcsolya, még a szandálja pántja is, amelyekkel a görkorcsolyát felerősítették. Beszéltem erről egy szakemberrel, aki kinevetett. De Däniken úr mondta, ez nem görkorcsolya, ez a kettes szám. A kettes számnak itt semmi értelme nincs. Nézzék meg a képet, kedves nézők, és ítéljék meg maguk, mi van a figura lába alatt. Ahol kerék van, ott útnak is kell lennie. A majáknak voltak útjaik. Ezt az utóbbi 15 évben fedezték fel, mindjárt felolvasom. Rögtön itt van egy. A műholdas felvételeknek köszönhetően fedeztek fel egy hatalmas úthálózatot. Egyedül Kobába 16 út vezetett, vagy indult ki onnan. Koba a mai Quintana Roo megye északi részén fekszik. Hatalmas ívben vezetett egy út Koba mellett Jaksunába, egy Csicsén Icától nem messze fekvő kisvárosba. Légi felvételeken látszik, hogy világos csíkok vezetnek a zöld őserdőn át. Itt egy út Kubából, Jaksunán, Csicsén Itzán és Humayapanon át Kusmálba. Ez az útpálya, érdés mond, 300 kilométer. Egy további út kötötte össze Cipiltachtumot Nevada mellett a Karib-tenger keleti partjával. Valamennyi utat faragott kőlapokkal rakták ki, és világos bevonattal látták el. A Koba és Jaksuna közötti szakasz 10 méter széles. Újabban a maja szakirodalomban azt a véleményt publikálták, hogy ezek zarándokutak voltak. Egy 10 méter széles úton 15 zarándok egymás mellett mehetett volna. Ezen kívül az utakat mind kirakták kövekkel, és azután lehengerelték. Képzeljék el, hogy ma autópályát építenek. A nyílegyenes szakaszok még hagyján, de valahol egy kanyart kell tervezni, vagy a szintkülönbség, vagy egy város miatt. De ez őserdő, ahol fák vannak, itt nem lehet nyílegyenesen áttörni. Valahogy meg kell határozni, hol kezdődjön a kanyar, milyen szögben menjen, és a többi. Vannak a terepen, a Yucatán félszigeten kisebb szintkülönbségek, magaslatok, különböző mocsarak. Az utak a kiemelkedések felett vezetnek, és a mocsarakon át, amelyeket egyszerűen feltöltöttek kőzúzalékkal. Ez gazdasági útvonal, kedves barátaim, ott a parton. Meg kell barátkoznunk a gondolattal. A magyar változatot a Jécsé Film kiadói Kft. Megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette 2011-ben.